Élnék egy fényes csillag, ki beragyogja életutad. Szép jó estét, napot kívánom mindenkinek, sziasztok! Hogy vagy? Jó. Neked nem korlátozva ez az eső, meg ez a úszás-mászás? Képzeljétek el, hogy mindig, minden évben úgy drukkolok, hogy András napján ne legyen hó. Mert már most sok éve nincsen. És nagyapámnak volt ez a mániája. Azt mondja, hogy az ő szülei, akik ugye, hát most kiderül, született 1913-ban, ez a szülei akkor, mikor születtek, és mindig azt mondja, hogy olyan, tehát akkor ugye az András egy ilyen híres magyar nép volt, és voltak a 8-at testvérek, kettő volt már hat fiú, és nagyon szerette volna az ő édesanyja, hogy valamik András legyen, de a apa család nem engedte, azt mondta az András, nem. Az András nem jó ment, mondták ők, valahogy másképp fogalmazták meg. És nagyapa azt mondta mindig, hogy fiam, csak azon imádkozunk, hogy András napján lehessen a hó. És akkor mindig kérdeztem tőle, hogy miért nagyapa? Azt mondta, fiam, hogy mindent visz. És mindent visz. És akkor ennyi volt a válasz, tudod. És akkor később, hát néztem, ugye a magyar történelembe belefolytam, eléggé ugye sokszor, és ugye hát András, ami nagy királyunk, ugye, és a királyunknak egészen a fajtája, a nemessége, a családja egészen eljön, ugye 1992-ben halnak az utolsó Andrássy Katinka, nem tudom, valaki hallott őről, de az utolsó vörös grófnő, képzeld, amikor még jött ugye a szocialista rendszer, még akkor is ebben a rendszerben élt, és ugye Berkesz, de hát ugye a Krasznahorka várától kezdve ugye nagyon sok birtokuk volt, és még nem is vették, ő meg felajánlotta a hatalomnak, és ott általában ilyen gyerekeket, akiknek nem volt szüleik, ugye Lenesznek hívták, akkor most nem tudom milyen intézetnek tartják, azok ugye ezekben a kastélyokban voltak elszállásolva. És ugye hát valahogy én így megfogtam ezt a szállat, és ugye hát visszamegyünk András, ki második András, ugye a legnagyobb királyunk, aki a Vatikán szerint egy sikertelen hadjáratot folytat a Szent Földön a Vatikán kérésére. A sikertelen hadjárat azért volt sikertelen, mert elrakom a feneken mögül, mert különböző kinőjön az asztalra. Azért volt sikertelen a hadjárat, mert azzal a céllal küldte őt el a Vatikán, hogy menjen és ott mindenkit tarolja le, öljön meg gyereket, felnőttet, öreget, és ugye mindenki, aki ott van, hogy újra ugye a Vatikán birtokába tudja venni Jeruzsálem környékét. Második András elmegy, és sikertelen hadjárat hajt végre, és nem tudtuk, hogy miért ez a sikertelen hadjárat. Aztán kin is voltam, tudod, Jeruzsálem, ott is dokumentálom az egész történet, az arab világban is dokumentálom a történet, a német írásban, a német történelmi írásban leginkább. És képzeld el, hogy azért volt sikertelen a hadjárat, mert második András, amikor kiment, akkor két hónapon belül Jeruzsálem királya lett. És tudod, ki választotta Jeruzsálem királyába? A Jeruzsálemben lakó emberek. És akkor bővebben le van írva, hogy mikor kimegy Jeruzsálemben, akkor a saját nyelvén magyarul 20 ezer ember fogadja. Most képzeljétek el, a Vatikán elküldte oda, hogy azokat, akik ott talál, írtsa ki. Hát másik András elment, és a saját fajtáját köszönti, és képzel két hónapon Jeruzsálem király lesz. Egészen Szíriáig egy csomó várat építenek, érdekes, én végigmentem Szíriáig, 79-ben már kinyúltam, megnéztük azt, és hát ugyanaz, mint a magyar várat, ugyanaz a technikával, minden van építve, érdemes elmenni, és ugye a Vatikán azt mondja, hogy sikertelen hadjáratot folytatok. Miért? Mert nem azt csináltam, mivel ők elküldték Jeruzsálem királyt, és ez nem elég sikeres volt neki, tűnik. A gyilkosság sikeresebb lett volna sokkal. Aztán ugye hát nem állunk meg, de hát mitől híres ez az Andrássy család? Ugye az Andrássy család megint érdekes, honnan jöttek ezek az Andrássyak? Hát persze van ott, hogy a Bélától, meg nem tudom, hogy nem. Ez egy érdekes dolog, hogy engedjétek meg, ez nekem ez kb. 4 éves hozadék, amit most igyekszem 5-10 perc alatt elmondani. Magyarország egyedül Európában, Magyarországon apostoli királyság. A magyar királyság apostoli királyság. Apostoli királyság. És engedjétek meg, hogy én voltam benne a parlamentben, és ott, aki most is a
államtitkár, a vallásügyi államtitkár. Én voltam ott személyesen, és a kazasztáni püspök, ugye akkor választották meg ezt a pápát, és úgy gondolom, hogy talán ő lesz. És most hagyd nem mondjam azt a kacifántos történetet, hogy hogy jutottam oda, de engem is a kazasztáni püspököt együtt kísért körbe az államtitkár, és bemutatta nekünk a parlamentet. És elmondta Magyarország történetét, ugye annak az embernek, meg nekem. És a történet arról szólt, hogy ez az ember azért, ez a kazasztáni püspök, aki egy német származású ember, képzeld el, csak oda az édesapja, hogy oda ment, elvetette asszonyt, és akkor ő ott ragadt a család, német származású ember, és úgy lett keresztények, és azért jött a Magyarországra, hogy Magyarország támogassa őt a pápa választásnál. De ugye fel sem merült végül a nevemnek az embernek ez a vége, de azért jött ide, hogy majd támogass. És azért volt fontos Magyarország támogatása, mert Magyarország apostoli királyság. Hát most erről tud valaki, hogy ez mit jelent? Vétójogot. Is. Tehát nem csak vétójogot, hanem támogató perspektíva, hogy sokkal intenzívebb, mint ott. Elmondom, hogy de miért apostoli királyság? És az összes többi, ebben a Európában nincs több ilyen. És képzeljétek el, most még egy kicsit visszamehet, mielőtt elárulnám ezt, hogy 1900 első világháború előtt, akkor is volt egy pápaválasztás, és a szabadkőmvesek akartak betolni szabadkőmves pápát, aki full az ő emberük, és ugye stb. És akkor a magyarokat ugye valaki meggyőzte, és akkor egyetlen országként Európában vétójogot jelentett be ezen, és nem az lett a pápa, hanem ugye egy ilyen bigottabb keresztény fajta. És most visszajövök ez az apostoli királysághoz. Aznak az jogosult apostoli királyságként üzemelni, és ugye hát most mondják Magyarországon, hogy nincs királyság, de érdekes dolog, hogy a királyságot senki meg nem szüntette Magyarország. Nincsen hogy záradék, hogy a királyság most megszűnt, itt tudom, 1900 ekkor, vagy valamikor nincs ilyen. Tehát a királyság nem szűnik meg. Nem király uralkodott Magyarországon soha, hanem a Szent Korona uralkodott mindig. A Szent Korona most is itt van az országban visszajött, tehát maga ugye a királyság létezik, ezért tehát ez, amit most hoztak alkotmány, meg ilyesmi, semmi nem igaz, minden hazugság, ugye minden megerőszakolása a népnek, de Magyarországon ugye maga a korona uralkodott, és neki van egy saját alkotmány a koronának, ugye, és ezek mind hazug, amit most a Fidesz is hozott. És annak az lehet apostoli királyság, akinek Jézushoz valamilyen egyenesági leszámolása van, vagy valamelyik apostolához. Tehát vagy Jézus, vagy valamelyik apostolához. Egyenesági leszámolása van, eddig érthető. És akkor ez így, már közelebb vagyunk az Andrásiakhoz, mert ugye Jézusnak az apostolait végigmondozik, ugye első volt, ki tudja, hogy van a 12 apostol? Első volt Péter következett, András, majd Máté, Márk, Lukás, Tadeus és Júdás. Tehát én ezt betéve tudom, én nem azért vagyok spirituális ember, mert az ujjamból kiszoktam ez a jó dologtól, hanem már értem is, amit csinálok. És képzeld el, hogy a második apostol Andrásként van megjelölve. Aztán még egy érdekesként, ha valaki elmert olvasni ugye nem csak a Bibliájukat, hanem ugye esetleg az apokriteket, elmert olvasni, nem csak a kanonizált változatokat, akkor Jézus 2 éves korától 12 éves koráig Galileában van, Pártusföldnek hívják akkor, Pártusföld. Ugye a rómaiak nem mennek oda, annyira tiszt mágus népnek tartják és tartanak tőlük, a zsidók sem mennek oda, senki. Tehát mikor 2 éves korában az édesapja Jóska meg az anyja Masza hozzák vissza Egyiptomból, mert túlátó 2 éves koráig ott volt, akkor megállítja őket Jeruzsálem falai előtt egy angyal, így írja a Biblia, ezt ma Máté evangéliumban elolvassátok. Kérde tőle János, hogy mit akarsz, kérde az angyal, hát minden napos dolog, mint a szomszéddal tárgyalkoznak. Mondja neki az angyal, hogy még ne menjetek vissza Jeruzsálembe, mert Heródes még mindig halálra keres a gyereket. Kérdezte József, hogy hova megyünk akkor, azt mondja neki az angyal, menjetek fel Galileában, biztonságban vagytok. És Jézus eltűnik a történelemből, ha valaki hivatalosan nézi hivatalos írás, majd legközelebb, mikor megjelennek 12 éves korában. Újra összeírás van a római birodalomban, az összeírás azt jelenti, hogy népszámlálás. Ugye abban az időben ezt 10 évente csinálták,
Ugye a rómaiak hozzák be a 10-es számrendszert, addig nem a 10-es számrendszer van a 12-es. Ők hozzák be, és újra ugye összeírják a zsidókat, és ezért be kell neki kömi Jeruzsálembe, hogy mindenki felmérjék, hogy milyen ellenséggel vannak, ugye milyen vannak ugye terhelve, és vissza kell minden zsidónak, és ott újra beiratkozni, meg felírják őket. És Jézus 12 éves korában jön vissza Galileából, és addig ott nő fel. Innen van az, hogy ugye Badinyi Jós Feri bátyánk Argentinában nagy, könnyű magyarnak nem tudott, szerintem Magyarországon a legnehezebb magyarnak lenni különben, nem tudom ki ért ezzel velem egyet. Ugye, és azt mondom, az utolsó magyar szót biztos, hogy Erdélybe fog elhangzani a világon, nem érzem a Földön, ahol most vagyunk. És ugye Badinyi Jós Feri bácsi megírta, hogy Jézus a pártus herceg. Ugye? És én azt mondom, hogy egy gyereknek meghatározza a te sorsodat, meghatározza az, amit 2-től 12 éves korodig kaptál. Isten igazából az vagy, aki 2-től 12 éves korodig lettél, érthető? Majd utána kezd már az ember egy kicsit úgy, hogy már úgy kirepül, meg össze-vissza megy, de az alapokat ott kapja meg az ember 2-től 12 éves koráig. Tehát 12 éves korában jönnek vissza Galileából, és ugye bemegy a templomba, emlékszel, ott nyomja az igét. Aztán egy érdekesség, hogy oda megy az anyja és mondja, hogy gyere fiam, hát úr, nem szabad menni, azt mondja, maradj csendben, asszony. Így tisztelt az üzmacát. Maradj csendben, asszony, nekem az én atyám akaratát kell végrehajtanom, te ebben nem szólhatsz bele. Majd az anyjának nagyon fontos a fia, ezért elfeszti. Már félig kimannak és mennek az ős zsidó birodalomba, ki a pusztára, olvassátok el ki a pusztába, és felészelsz, hogy nincs meg a gyerek. És visszamennek Jeruzsálembe, megkerest a gyereket. Értitek? Tehát most tényleg egy jó anya látszik, ugye egy jó anya így szokott csinálni, hogy elveszt a saját könyvét. És képzeld, hogy erre rábíztál, Szent István rábízta az országunkat, maga népüket, erre a saját könyvét elhagyta. Azért nem semmi. El kell olvasni ezt a Bibliát. És képzétek el, amikor Jézus ugye lejön Galileából, akkor egy család jön vele, galileai család, egy pártus család jön vele, ugye nagyon szépen ez le van dokumentálva, és ezt a pártus családot, vagyis ezt a magyari népek, ugye egy nagy családjából jön vele egy család, az, és nem csak a gyerek, az egész család jön velük, ott ez a két család ugye valamilyen szinten mélyen összeforrt, és ez volt az Andrásiak. És Jézus egyik apostola, a legmeghatározóbb ugye András, és egy különleges dolog, hogy minden apostolnak le van írva a szentek kis lexikonába, hogy hogy hal meg, és képzeljétek el, hogy Andrásnak egy különleges, nem tudom, tudjátok, hogy hal meg, egy András keresztre feszítik rá, amikor most X-nek hívnák, és ugye arra feszítik fel, és úgy is hívják ma is, hogy András kereszt ugye a magyarság, meg kell nézni, hogy a rovásunkban melyik az a be. Hangosabban? A Bálistennek a szimbóluma, és képzeld el, András azt kér, hogy őt arra feszítsék meg. Most egy kicsit csak add össze a történelmet, add össze ezt, amit most elmondtam, érthető? Saját kérésére őt egy András keresztre feszítik, nem, az egy X volt, az a Bál, Istennek a szimbóluma. András azt kérte, hogy őt arra feszítsék fel, így is azonosult azzal az ősi minőséggel, amiről senki nem beszél meg, ugye nagyon sok ember ezt fel se fogta még eddig talán, amit most elmondtam neki. Nos, és az Andrásiak, érdekes dolog, most azt mondtam, 1992-ben hal meg Andrási Katinka, a grófnő, Vörös grófnőnek hívják, még a Komcsik is, meg mindenki ugye tisztelőt azonosul vele, és ugye ha lehet úgy mondani, egy 2000 éves történet, és így lesz a magyar királyság, tehát apostoli királyság, érthető? Mert egyenes leszármazási vonala van Jézushoz, Jézus egyik apostolához. Eddig érthető? Milyen érdekes ez? Na és akkor ugye én az úgy kezdődött, hogy nagyapám azt mondta, hogy nem csak Andráskor ne essen a hó, meg azt mondja, édesapám azt mondta, hogy őt egy gyerekét nem fogják Andrásnak hívni, azt mondja, édesanyám nagyon szerette volna, őt is mondja, ő Jóska lett, ugye elmondom Jézus volt nagyapám, ez az is jó, hát ugye Jósó volt, jó. És ő azt mondta, hogy az András napi hó az óriási pusztítást okoz, és egyszerűen jelzés az, hogy a következő évben mi várható a kezésben. Hát most, hogy sok-sok éve nem esett András napkor hó különben, majd menjetek vissza. Most, hogy esett, ugye hát kíváncsian várjuk a 2024-es évet, ami a 8-as szám, azért tudni kell, és az a 8-as, hogy képzelj, befőttes gumit fogjál meg.
ez egy kerek, ugye? Ha megtekered, mi lesz belőle? 8-as. Az akkor is betűbbekültet, most hogy kitekered, az a kör, a teljesség, a tökéletesség szimbóluma. Nem mondhatnánk azt, hogy a 8-as szám meg a helybenjárásé. Biztos tudjátok, ugye? Ez, amire a kereszténységnek a lovardája az, amikor azt mondták, hogy átutott a járatot, ne cseréld fel, ne húgyos szembe a szélre. Maradjon, hogy ilyen, mint apádott, meg nagyobbád. Érted? Tehát körülbelül ez a helyzet. És az András nap ugye most esett a hó, és kimentem Szatmára, kimentem, most Romániához tartunk erről ez a rész, ugye kimentünk, és képzeljétek, átnánk a határ, senki. Másik oldalt 2 kilométer sorban a határ, de mi a Mária van, azt mondja, hogy román ünnep lesz, azt mondja, és ilyen hosszú hétvége, és azt mondja, mindenki ide jön. És mondja, de hát milyen román ünnep van, azt mondja a román, egy magyar srác a román a határ, a Szep András nap. De mit szeretett természetesen. Átmentünk, jöttünk vissza, azt mondja, mire jövünk vissza, elfogy az. Még duplá lett a sor. Majdnem benálltunk Nagy Károlyba azért sor végén, hogy jöttünk haza. Úgyhogy egy érdekes volt, és hát most túl vagyunk az András napon, most december 1-én üljünk meg. És hát ez az az ember, az a december, ahol tudjátok ezt a 4 embert miért hívják embernek? Tessék? September. Október, november, december. Igen, ezek emberek, de ezek embert kívánnak, aki ezeken keresztül akar menni ezek a honlapokon, de ez egy átalakítás. Tehát az év, ha nézzétek, ez egyharmad az évnek ezek az emberek. És ha lehet úgy mondani, itt válik valakiből az, aki. Nézzétek, szeptember az mindig valaminek az egész évnek valahogy a mérlegelése. Figyeljétek, mérlegelt, hogy telt, hogy sikerül, hogy termés, kapcsolatok, érzelmek, stb. Ugye hát az ember általában nagy szerelemben nem novemberben, vagy belőle, hanem májusban. És ugye ilyenkor van a mérlegelés, ugye ez hogy sikerült. Ugye október aznak valamilyen mindig a számottevésnek, ugye, hogy mit tettünk volna másképpen, ugye stb. Stb. A november az az új ember születésének a lehetősége, tehát ugye ez új, az új ember születésének ugye valami szinten, hogy mersz-e másképp hozzáállni, másképp látni a dolgokat, másképp reagálni esetleg ezen túl. És a december pedig ennek, ha lehet úgy mondani, a tesztje. Ez a pudik próbálja mindig a december. És úgy belenézek már most gyerekkoromtól, vagy inkább mióta ezt értem, és látom, hogy nem sokat változik a világ. Ma jött velem szembe egy csomó autó, és tudod, mit hozott? Tele volt karácsonyfával. És mi meg úgy hívtuk régen, hogy fenyőfa. Régebben meg úgy hívtuk, hogy a fénylőfa. És a fénylőfa alatt ünnepeltünk, és az volt az égi görög, az volt a nagyobb. Most kivágjuk a fénylőfát, kedves testvérek, kivágjuk ezt a fénylőfát. És ugye mit csinálunk? Felállítjuk, és cirkuszt csinálunk körülötte. Érted? Majd utána eltűzeljük, így működik. A fénylőfát tiszteltük, és ugye mindig nemes volt, és milyen érdekes ez, hogy mikor ő elborult, kiborult, ugye, akkor adott nekünk meleget, tüzet, sok minden, sok. A bútorainknak ő volt a legtöbbnek a fája, ugye egy nagyon, és az ősi hagyományunk szerint ő a fénylőfát. Most hát Andrással indultunk, ugye esetleg tegnap végül is Andráskor a hó, és most kíváncsiak vagyunk a következő évre. Ami elmondom nektek, hogy nem lesz könnyű. Most hagyd mondjam el, nem lesz egy könnyű év. A világ egy nagy rottyanás, egy vecsenés. Még egyszer, még ez, amit most érünk meg, ez még nem az. Ez most következik. Nagyon sok emberség, barátság, tisztesség. Nagyon sok kéznyújtás, itt lesz igazából az, mikor ez le lesz vizsgáztatva, hogy igaz-e, valós-e. Van-e mögötte tiszta szív, tiszta szándék és nemesség? Vagy pedig a világ, amire tanított minket, az aljasság, a haszonszerzés, a uralkodás mások felett, tehát hogy miről fog ez természetesen szólni. Sok minden ki fog derülni. Most engedjétek meg, hogy pár szóval azért megragadjam a szót. Én eszem sok ilyen mondom nektek, hogy tanuljatok meg funkcionálisan élni, levenni a lángot. Csak olyat tenni, amit tényleg pontosan, mert az ember tudja, hogy a jövőjét a következő hónapokra, esetleg napokra ugye biztosan tudja, hogy ezt érdemes csinálni. De felesleges terheket ne akasztotok a nyakatokba, mert amiben hisztek, amiben reménykedtek, amit szeretnétek, ami jó lenne, amit akartok, megfogadjam.
új utak még egyszer, új utak, úgy látom, be vannak árnyékolva, az András napján vagyok a mettőfőt, hogy sok újnak lesz a törése. Most nem fogjuk tudni tesztelni, együtt éltök meg, amit sok-sok éve nem volt András napon, sok-sok éve. Együtt éltük ezt meg, tehát arra kérlek benneteket, legyetek figyelmesek. De mi, hogy megelőzzük, akit valamit értünk már a létezésben, nem mondom, hogy mindent, bár úgy lenne, valamit értünk, tessék levenni a lángot. Csak azt csinálni, csak úgy élni, ami tényleg van értelme. Felesleges utakat ne tegyél. Ha így fogsz tudni élni, akkor miénk lesz az a nemes hatalom, amit úgy hívunk, hogy a megértés hatalom. A megértés. Ahol van megértés, ott van szeretet, tudod, ahol van szeretet, van minden. Azt mondja, hol Isten, ott szükség nincsen, és a hírek szerint ugye az igaz Isten, a teremtő, az a szeretet, engedjük az életünkbe, álljunk meg, és biztos már mondtam nektek sokszor, hogy az én házamban a például kisvállalat egy 3 méteres faasztal, mert nincs egy szeg sem. És ugye annak az egyharmada az Isten anyának az oltára, a kétharmada meg azon mi eszünk. Tehát én mindig vendég vagyok Isten anyának, amikor eszem, érted? Nem ő vendég, nálam, mert állandóan otthon van, én meg ritkán vagyok ott, tudod? És akkor én vagyok vendég az ő asztalán, és én mindig köszöntöm reggel, viszek neki virágot, kedves testvérem. Tudod, más azt mondaná, hogy te hülye vagy. És én nem annak a formának, amely a szobor, tudod, azt csak azért teszem, hogy emlékezzek, hogy ne kimenjen az én érzéseimből, gondolataimból. És ő mindig egy, nem imádkozok, nem állok négy kézzel, nem térdepelek, mindig üdvözölnek. Köszönöm azt a csodát, hogy létezem, és értem a létezésnek olyan dolgait, amit nagyon sok ember még csak nem is kaparnál. Így van. Tehát tessék valahogy egy picit úgy az életetekbe visszacsempészni ezt a dolgot, és meglátjátok óriási áldásot. Kicsi fiammal, nagyfiaimmal is, bármelyik van velem, Benzsike most itt van kín, és már ő is azt mondja, hogy apa, észrevettem a madarat, észrevettem ezt a felhőt, észrevettem a napot, felkelt velem. Én mindig üdvözlök mindent, ami körbesz, ami él. Élnek a felhők, élnek a napok, él a szél, él az eső, és nem esik, most se esik ez a kurva eső, hanem a csodálatos áldást hozó víziómmal, létezésben, mindenki most és lemos, és üdvözlöm őt. Tudod, mekkora van rázat? Mikor viszont szüksége van rá, ha egy kurva eső van, akkor mondhatnám, hogy kurva eső, gyere, hát azt mondja, hogy esze neked, ugye? De mikor azt mondtam neki, hogy csodálat téged, és köszönöm akármilyen nagyon és akármilyen módon, köszöntelek téged, mert te vagy az életadó a nap mellett, a tűz mellett a következő, és te vagy minden élet forrása. És csak pár szóval pár gondoltam, nem, de az vigyelek az életem ugyanúgy, mint ahogy mindenkinek kéne, és meg többető talán, de alsóban összel annyit viszek egy életbe, alsó hangon, mint egy átlagember, de valakit összeállszott többet viszek egy nap. És jól élek benne, jól vagyok benne, élvezem ez a helyzet. És minden szegmensét élvezem. Buthának mondták, van egy ilyen, 5 ilyen irányára, és azt mondta, hogy ha van, bármiből, vedd el, fóstod meg, merítkezd el benne. Minden, ami van, ott van, és előny. Ne foglalkozz az, hogy más azt mondta, hogy ez bűn, meg nem, nincs ilyen. Ne vitkezz el meg. Még van addig kóstol. Hát utána a legtöbb embernek nincs, csak vágya, hogy legyen, tudod? És akkor mindent csinálunk, megteremtjük, így van. Tehát ami ott van, az nem véletlenül van ott, a létezésben nincs véletlen. Minden kedves testvérem tökéletes és full. És mindig a legtöbb ember, ami ott van, az nem kell neki, ami nincs ott, azt vágyja. Ugye utána, amikor cserél ez a dolog, és az nincs ott, ami, akkor meg arra vágyik, és az bánja, hogy Istenem, miért nem? És ugye de nem tanul, hogy figyelj, most nincs szép, jár, most egy gyengébb fiú van. Szeretettel üdvözöllek téged is, tudod, most te következel. Bármilyen kérdésedben szívesen válaszolok, ha úgy hiszed, hogy szívesen hallod az én parancsolatomat. Szia, Bajan! Én arról szeretnék kérdezni, hogy nekünk van egy olyan szituáció az életünkben, hogy van egy 5 éves kislányunk is, és hogy... Tehát az egy szituáció? Hát, lányoddal beszéltem, és azt mondta, van 2 hülye szituáció Ugye óvodában jár, és nálunk ez a mikorásos barjával egyáltalán nem találkozott, megint az igazságot képviselő számára. Viszont ott ugye jön a
történet, és azért tudják, mert mondtuk az olyan, hogy mi nem, elfogadják, de azért mégis a megúszik, a versek, meg egyébek, viszont látjuk rajta, hogy hát persze tetszik neki, mert van egy olyan... Kilinge. Igen. És hogy... Hazugság mindig a lényeg. Igen. És hogy tudjuk számára a legerősebben ezt is leragán kezelni, mert így, például úgy döntöttük, hogy amikor ilyen növeknek nem visszük be, tehát amikor csak lehet, akkor meg a legkevesebben tartózkodjanak ezek a dolgokban, és hogy tehát mi megjelent ez a csalítás. Mm. És hogy mi ez az az úgy, ami számára is elég. Értem. Nézd, egy 5 éves gyerek többet ért a létezésben, mint egy felnőtt ember. A felnőtt ember fejébe, a lelkébe, nem csak a fejébe, a lelkébe, és óriási a káosz. Egy csomó információt kapott, sőt azt mondta, hogy én ebben ültem föl, mondja, érted az egész. És akkor, amikor megállok és mondanak, hogy te, és elmagyarázom, hogy milyen hazugság ez, szépen elmagyar, és érthető, logikusan elmondom, hogy hazugság. Akkor attól, hogy valami, amíg, ha egy hazugság szép, az akkor is hazugság. Érted, milyen egyszerű? És tudod, egy, hát itt van a kölykeim, itt van King 2, most Zsombolit rangászik már, ő is olyan 11 éves lassan, meg Benzsike itt van, ő már nem rangászik, ő lassabban megy utána. És tehát én átestem ezeken a cipőkön, elmondtam neki, hogy tehát nem ment el ilyen ünnepségekre, valamivel kimetett a tippek, fáj a harmadik hajkincse, és akkor a gyerekemmel kellett, leültem velük és elmondom, hogy nézd gyerekem, a legolcsóbb, legboglit szarra teleraknak egy piros zacskót. És úgy kezdem, hogyha gondolom nálatok is, úgy van egy, nálam az én házamban most telerakhatnál 100 Mikulás zacskót a legnemesebb, legjobb minőségű édességekkel maga akármire. És mondom neked, nézd, minden itt van. Majd elmondtam neki, hogy ez hazugság, amit ők csinálnak, mert ugye először Mikulás volt, majd télapó lett ugye, az orosz, most az oroszok már így maróz, ugye, meg most már Finországból jön, tudod, egy érdekes dolog. Egy csomó dolgot ugye elmondanak róla, és Isten igazából az alapjának az volt, hogy ez egy török ember volt, egy török ország ember, aki elvileg keresztény pap volt, vagy plébános, de egy kis alacsony ember valaki, és egyszer egy kis jelnek megjavította a szemét. Tehát így, ez az alapja a Mikulás ünnepnek. Ezt az embert Miklósnak hívták, majd szentté avatták, mert meggyújtott a gyereket. Hát nem akarom mondani, én százszoros szentté kell napom engem nyilvánítani, tehát amely embert én megmentettem már meg, stb. Nem igénylem ezt, mert szentségtelen emberek engem ne avassanak szentté, tehát én roppant egyszerű. És szenti avatták ezt az embert, persze halál után 200 évvel. Tehát akkor kiderítették, mert tudod, akkor az internetre rámentek, és tudták azt, hogy az akkor meggyújtottak az 1600-val, tudod, hogy működik. Ugye, és így kezdem, hogy előhozták, hogy ez, és ettől lett Szent Miklós napja. És hogy kislány gyújtott meg, ezért most ugye ajándékot adnak a gyerekeknek, és ő tudod, hogy kezdődik, hogy már most kezdődik a zsidóskodás, tudod, ez a zsidó technik, hogy cipő boxolt ki, Áron bácsi hát, ha arra jársz, lenyúlja, tudod, mert ilyen kérdezett bakkancs, hogy általában jobban. És akkor tedd ki a cipődet, boxolt ki, és majd jön a Mikulás, és bele fogja tenni. Tudod, így kezdődik. És elmondta, hogy kicsi gyerekem, ha most eddig még nem értettem meg sok mindent, de hát hazudnak, mert azt én fogom beletenni. Vagy anyát teszi bele, vagy megkérdjük Géza bácsit, tudod, hogy tegyem már bele. Még rendben hazudunk neked valamit, tudod. Ez nem igaz. Itt kezdődik, hogy az emberek elkezdenek az 1, 3, 5, 6 éves gyerekének hazudni, hogy azt a Mikulás hozta. Gyerekem, én nem kívánok téged a hazugság útján elindítani kicsi korodban, mert sajnos ha ezt kicsi korodban fogom tenni, akkor ez meg fog ülni. És majd te is ezt csinálod, és majd elvárod, és tovább fogod hazudni az egészet. Mi igazságban élünk, és nem fogom elhazudni azt a kurva életet, érted, ha már itt vagyunk 50, 60, 70, 80, érthető, hanem igazságban kívánok élni. És én téged igaz emberé kívánok tanítani, az igazak útján kívánnak járni, és nem a hazugságén, és értsd meg, hogy ők a gyerekeket ilyen mocskos hazug csapdákkal, becsapással viszik a hazugság útjára, hogy kapsz zacskót, meg stb. Majd ugyanez lesz a karácsony, ott meg nem a Mikulás hozza, hanem ott Jézuska hozza, tudod, a fa alá. És akkor Jézusnak van ilyen szuperosztó képes, hogy elosztja magát pár milliárd fel, és viszi a
a cuccok között, és annak még szárnya sincsen képzelni, hogy ott repkednék a hőstó, hol mondjam, Jézuska. Tehát a másik hazugság, ma azzal is találkozott természetesen. El kell mondani, itt vannak a két kölyököm, kérdezzétek meg. Én megtanultam őket, gyerekem, ha valamire szükséged van, mondd el. Ha megtehetjük, ha van benne értelem és logika, akkor természetesen megteszem. Ha nincs benne értelem és logika, de nagyon ragaszkodsz hozzá, én nem mondom, hogy nincs benne értelem és logika, de ragaszkodsz, akkor is oda fogom neked adni, de a te döntésedet el fogom fogadni. Tanítom, itt van az a két fiú, nézzétek meg, két stram srác, tanítom őket arra, Benzsikével most is ugye már nagyobbik fiú, 17. felek közeledik, és akkor ugye hát egyre többet ugye próbálja a szárnyait. És akkor ugyanúgy, mint ahogy én egy éves korától, meg kettő, meg három, meg öt, meg akármennyi éves koráig, ezt a gyereket én egyedül nevelem, hanem köszönöm, hogy mellettem van, ugye sok-sok éve a gyerek korától, és én most is egyedül én reggeltől, én most is 17 évesen viszem minden nap iskolát, megyek érte, reggeli, ebéd, vacsora, uzsonna, minden reggel ugye a táskát meg, tehát mindent én csinálok vele ezzel a sráccal. De mégis, ha van, akkor mindig leülünk, és megbeszéljük. Mondd el, látom, tudod, én tökéletes, mikor egyetlen hajszál baj van a lelkében, látom, leülünk. Van a fiam, mondd el, ah, nincs, mondd, Bencsike. Na jó, és akkor nekik ez. Elmondja ezt az egészet, és én azt mondom, nézd, fiam, ennek ez a múltja. Innen ered, és én ezt így oldanám meg. És az általában soha nem úgy van, ahogy ő meg akarja most oldani, mert ugye látom azt, hogy az eleve a nem jó kezelt egy információs részleg, és annak van egy hozadéka, ami még elvinne egy másik ilyen irányba, ami egy nagyon mély egy blokkot, vagy valamit okozna a gyerekbe. És én elmondom meg, hogy fiam, van az az út, amiről te döntöttél, és látod már az alapok se voltak igazak, ami alapján ugye elindultál. Egyértelműen bebizonyítom neki is, hogy hazugság, mint ahogy a Mikulásnál, hogy az így kezdem, hogy lesz hazugság, mert nem is, és erre építjük. Majd Benzsikénél elmondom meg, hogy fiam, ezt én így tenném, mert ez visz előre. De mondom, fiam, ez a te életed. Ha a másik mellett döntesz, én el fogom fogadni, támogatni nem fogom, bocsolgatni nem fogom, de ez meg előre visz, de te döntsél. Azt fogom elfogadni, hogy te döntesz. És azért 95-96%-ban azért mindig hajlandó változni, és egy másik irányba, és mindig, hogy mondjam neked, teszteli az egészet, majd dokumentálás, hogy apa, tényleg ez volt a jó dolog. Tehát szembe már vele nézhető, nem elsúnyog, hogy nem beszélünk róla, de oldalon is boldogan azt mondja, hogy igen, jó döntésbe segítettél engem. És tudod, így lett egy gyereket kerekítettem, mert beszélben Joe-val, de hiszem, hogy felnőtt ember, nincs a környéken, akivel így bármilyen szinten lehet vele kommunikálni. Nagyon értelmes, okos rád, 16 és fél éves. Érted? És tehát így lesz a gyereked, a tied is ilyen kaliber, aminek megbeszéltek vele. És ki kell merítem az utolsó, hogy egy hazugság, és a hazugság útján nem akarok téged elmondani. Mi ugyan elindultunk, de felébredtünk ebből az államból, és jobban érezzük most magunkat. Mert azt is el kell mondani, tudod, most a világ 8 milliárdan mennek egy úton. Érted, ahol Hawaii Beach-i van, tudod. Egyik felébe háborúznak, a másikon karácsonyoznak, utána két hét múlva amott karácsonyoznak, mert Jézus két hét csúszással született, tudod, szóri, szóvisztott dolog született, igen. Hosszasan, tehát ez a másik ilyen dolog. És akkor tudod, mennek el úton, és akkor megy előle egy ilyen, egy kicsit agyosabb. Megy, ők mennek az első sorba, mögy ő is ott, kiabban, minden király. És meglök a másik, a tőle egy ilyen nagyon-nagyon komolyabb emberre lesz. Azt mondja, ne figyelj már, mi hova megyünk? Azt mondja, az a nagyobbik, hát én nem tudom. Azt mondja, hátul biztos tudják, mert ők tolnak minket. Aztán hátul is van egy ilyen agyasabb, az is megy, ott púli, ő minden. És akkor egyszer mondja, amellett is van egy ilyen bölcsednek tűnő, meglök, azt mondja, figyelj, mi hova megyünk? Azt mondja, hát én nem tudom, erről tudják, ők veszek. Már most nézzétek el, ez a csorda szellem biztonság és a világ ebben vergődik. Azt kell mondani, hogy felébredtünk ebből az álomból, részben biztos. És az az érzésem, Jézus beszélt erről, hogy két út van. Van egy széles, amely ki van tündökből, ragyog buli van rajta, de megsemmisülésbe visz. Aztán azt mondta, van egy keskeny, egy göröngyös, amit nagyon nehéz megtalálni, így kezdi. Majd azt mondja, a fényben már. Addig érthető, tehát úgy lehetünk meg. Tudom, hogy megtaláltuk a hangot, de köszönöm, hogy megkérdeztem. Van-e még kérdésed? Átul.
Kettő. Ki? Nem, átad. Olvasom egy könyvet, és a kazár irodalomról szólt, és azt írták le benne, hogy nagyon közeli kapcsolatba álltak az ősi magyarokkal. Ez valamikor a 6.-10. században létezett ez a irodalom. És ugye megkönnyékezték őket is mindenféle vallásokat vegyék be, és végül ők a zsidó vallás mellett döntöttek. Ami azért érdekes, mert maga a kazár irodalom lakói tök nem voltak akkor, mint az összes zsidó együttvéve. És amikor felvonult ez a birodalom, akkor ők árasztották el a könyv szerint Kelet-Európát, szóval a kelet-európai zsidók gyakorlatilag tőlük származnak, akik nem a szemitatős tagjai. És még egy érdekes dolog volt benne, hogy a magyar honfoglalásban is nagyon nagy szerepet játszottak, állítólagban egy kapuha nevezetű tudós jött velünk, és az Árpád házi királyok alatt nagyon fontos pozíciókat töltöttek ezek a zsidók a magyar birodalomban, sőt, még utána is. Milyenről a igazság lehet ezekről tudni valami többet? És még lenne egy kérdésem, hogy minden embernek vannak félelmei, hogyan lehet ezekről megszabadulni? Gyorsan. Tudod, az érdekes, mikor már megfogalmazik, hogy félelem és megszabadulni tőle, akkor részétek meg, hogy a félelem akkor jelenik meg, és úgy marad meg, és úgy búrjázik, hogyha elbúgod. Érted? Ha nem foglalkozol vele. Érted? Majd, tudod, rökünk rá egy lapát föl, az majd elmúlni. Hát a félelem a szar, ha dobsz egy lapát föl, a szar marad. Érted, hogy így működik, és akkor megmarad. Mondok erre először egyet neked erre a dologra, hogy nézd, nem tudom, álmatok belőtt fordult, de már is zavartak. Én menekültél, volt már ilyen álmodban? Képzeld el, amikor álmodban zavarnak téged, akkor figyeld, felkelsz az ágyad, és folyik rólad a víz, csatagzol, minden kínod van el. Tehát úgy óriás a félelem az emberben, és fizikálisan amikor oda víz. És engedjétek meg, hogy én az Ekankárnak vagyok az egyik tagja, ez egy világszövetség, amik az álmokkal foglalkozik. Ezelőtt már több mint 20 éve ugye kezdtem, még több mint 20 éve velük a kapcsolatot. Nagyon nehéz volt velük felvenni, végül sikerült. És nekem is voltak ilyen félelmeim. Gyerekkoromtól kezdve ilyen álmaim. Aztán ezek az álmok tudod, hogy elmúltak, jött a fizikai világ, jött a felnőtt lettél, meg az érzelmek, meg a vállal, meg katona, meg pénz, tudod, jöttek ezek a dolgok. Aztán mégis, ha volt néhány ilyen kellemetlen élethelyzet, tudod, nem úgy sült el a puska, ahogy kellett volna, akkor az képzelt, hogy gyerekkoriak is előjöttek, és még elkezdtek halmozódni, mintha szaporodtak volna valahol ezek a dolgok. És akkor már spiritus ember voltam pedig, és képzeld el, hogy akkor az álmokkal kapcsolatba kerültem, és az első tanításuk az volt, amikor találkoztam velük, akkor elmondtam nekik ezt az egészet, hogy te most kérdezed tőlem. És azt mondta, hogy az első mindig az, hogy az álmok és a félelmek azok egy szinten körülbelül eledzenek. Egy szinten. A félelmek azért maradnak tartósak, értsétek meg az emberbe, és benned maradnak hónapok, évekig, évtizedekig a félelmek. Megint hagyj hivatkozzak erre a Bibliára, ami egy összeszedett rémálom, de azért van benne igazság. Azt mondja a könyv, hogy ne menj el a nap a te haragoddal. Emlékeztek rá? Én úgy tanítom, mikor tanítom a spiritualitásban ezt a dolgot, hogy bocsássatok meg magatoknak. Érted? Este, mikor lefekszel, akkor kérdezd meg, hogy megbántottam én valakit ezen a napon? Biztos, hogy meg. Nem is tudhatod. Ezen azt mondom, megbocsájtok magamnak, mert szeretem magam. Érthető? Megbántott engem valaki ezen a napon? Nagy valószínűséggel igen, egy picit is azt mondom, hogy megbocsájtok neki, és szeretem őt, mint a nagy egész tökéletes részét, aminek én is része vagyok. És akkor a harmadik kérdés önmagamhoz az, hogy mit adott nekem ez a mai nap. Most képzeld el, meg tudtam magamnak bocsájtani, és mindenkinek meg tudtam bocsájtani. Mit adott ez a nap? Csodát. Miért kell ezt megcsinálni? Mert amikor az ember egész nap, Jézus soha nem mondta azt, hogy ne gyűlölj és ne haragudj, nézzetek meg. Azt mondta, hogy ezt bocsáss meg, és ne menjen a nap haragoddal. Ő is megátkozza a fügefát, és akkor tesz egy csomó dolgot, ami lehet látni, hogy ő is ember volt, meg ugye kész. Nyolc asszony kísértett, mert nem lehet egy nyugodtnak lenni. Tehát,
És mikor este lefekszünk, akkor sajnos az egész napot felvisszük az úgynevezett akassába, hallottál, így egy égi internet, inkább ezen közelebb már hozzá, mint az akassa. Van egy égi internet. Ez egy égi eseménytár, ha lehet úgy mondani, ahol minden rögzült, amit aznap te megértél. Minden érzésünket, gondolatunkat, minden felénk érkezett, és minden reakciónkat elhúz, és minden, amit ezek kiváltottak bennünk, azt éjszaka, mikor elalszol, akkor felviszed az égi internetre. A testet itt hagyjuk, és a lélekruhában ezt fölvisszük. Nos, ha ezt fölvittétek, akkor az ott fixálódik. Az többet nem törölhető, a világ hagyományos módszereivel érthető. Ezért nem működik például a pszichiátria, érted, a pszichoanalízis. Ezért nem működik, mert itt nem tudnak azon a szinten dolgozni. Ezért mondja is Jézus, én mikor megértettem, és azt mondta, hogy ne menj el a napot arra gondolom, a spirituális emberként értem, tudom, már látom, tudom, hogy hogy működnek ezek a rendszerek, akkor tökéletesen tudom, hogy ha ezt a megbocsátást megcsinálom, hogy megbocsátom minden este magamnak mindent, megbocsátom mindenkinek mindent, és elmondom, hogy akkor ez egy csodálatos nap volt. Ha ezt megteszed, és utána elalszol, akkor minden este mit viszel fel, milyen programot? Csodálatos nap volt. Ennek lesz hozadéka. Ha ezt nem csinálod meg esténként, akkor minden szart, amit összeszedtél, minden hülye könyvet, amit elolvastál, minden hülye félelmet és ítéletet fölviszed, minden bizonytalanságodat fölviszed, és kedves testvérem, ennek mérget vesz, hogy van hozadéka, majd ott vetel el fenn, amit felviszel, annak van hozadéka. Ott működik a karma. Érted, ha nem vinnéd fel, ha minden este azt vinnéd fel, hogy megbocsátok magamnak mindenkinek, ez egy csodálatos nap volt. Ennek a hozadékát teszem, mindenki szívesen találkozna vele. Érthető ez jó? Tehát visszatérve, a félelemtől csak így lehet megszabadulni, így lehet kezdeni, amikor este lefekszel, kell rá szállni 3 hetet. Biztos láttátok már ezt az új pozíciót, hogy ráteszed a mutató ujjadat a középső ujjadra, ugye? A középső ujjadra. Ez a tűzújunk, hogy az anyagi világban a tűz a megnyilvánulás, a nap az értetőlenap, a középsőjünk az akasa, az éter, az elv, ez volt kapcsolatban ugye a magával az akasára. Ezért ezt rátesszük, mint egy lóra, és elkezded mondani, hogy este lefekszem, többen nincs benne a félelem. Szeretem magam és szeretek minden létezőt, csodálatos életet élek meg. És képzeljétek el, amikor így fölmegyek esténként, akkor persze a félelem elnét, hogy tudom, könnyen feladja, hogy tettem a pilotot, csodálatos iszé, vagy Jézus kaliberű muszár. Nem erről van szó, hanem megfogja, hogy akkor halmozottan rabol rá az első alkalmakból. Érted? Halmozottan. Tehát többé nem félek, mert így és így élek. E pillanattól kezdve. És ez két ujjunk mind a két kezünkön így. És addig kell mondani, ez szép lassan nyugodtan, míg belealszol. Aztán egy érdekes dolog lesz, hogy jönnek majd azok a félelmek. Maradjunk annál, amit az előbb mondtam, hogy zavartak téged álmodba éjszaka valamikor. És képzeld, ezek elő fognak jönni, és egyszerre 10-20 előjön szinte, az olyat, amire nem is emlékszel, azok is előjönnek. Ezt így megcsinálod, és akkor ha ezt így többször elmondtad, és így mentél bele az álomba, akkor fogod tudni, hogy te nem félsz. És ugye most elmondom neked, és ott is magaddal is tudasd ezt, hogy bármi fog jönni, és engem elkezd zavarni, félelembe tartani, megfordulok és szembenézek. Most nem akarom az enyémet részletezni, mert ugye hosszabb kaliberű, ugyanezt csináltam, és elkezdett jönni az a valami, amiről nem tudtam, de én találtam azt, hogy talán ez, talán az, talán az, és az zavart, és hangja is volt, meg mindene volt, és képzelem, megfordultam, és nem volt ott semmi. Semmi nincs ott. Még egyszer semmi. Azt is te gerjeszted, és azt is te hozod létre. Érthető? Tehát ugye annak, hogy én annó ezt így csináltam meg, nagyon sikeresen megcsináltam, most az én tanítványimat másképp tanítom erre, még egyszer, szabad vagy követve, tehát itt is mindennel néz szembe, a hazugsága nézetek szembe, azt mondtam, egy seggel egy rovat lehet megülni. Képzeld el, hány spirituális ember lesz most decemberben, aki Karcsi feltette ezt a kérdést, de majd a gyerekének hát csak meg karácsony csak. És tudod, ott lesz benne ez a kettősség, hogy már érti, hogy hazugságot csinál. Tudod, kettősség. Tudod, mert a kettősség a bizonytalanság. A bizonytalanság félelem. Megy? Érthető? Az mindent be fog mocskolni, az mindent tönkre fog tenni. Érted? Van egy döntésem az életemre, az én életem. Érted? Mindennel szemben merek megnézni, ez vagyok. Igen?
De hát figyelj, 4 éve pucéron szaladtál végig az András úton. Ki meri még azt megcsinálni rajtam kívül? Lehet ezt így is hozzá? Érted? Igen. Macsó. Kész. Ez szembenézni a dolgokkal, felvállalni, hogy az is én vagyok. Meg? Itt az erkölcs, meg a morál, meg a szokás, meg az összes hazugságaik, a bűnök, meg ilyesmi, semmi nem igaz. A világon itt nincs ilyen, nincs bűn. Ez egy homokozó, ahol gyerekek vannak beengedve, érted? Hát most képzelj, egy homokozóban a gyereket halálra ítélt, mert a másnak felugra várát. Érted? Ez egy hülyeség. Hát semmit nem tudunk tönkretenni, értsétek meg. Minden rendbe jön, senkit nem tudunk megölni, senki nem tud meghalni, mert mint szellem örökké létező vagy és szabad. A test meg amúgy sem halad, meg elmúlik, mert ennyire lett tervezve, érted? Ennyi időre megy, érthető? Ez így működik a rendszer. Tehát ez az egyik a félelemtől való megszabadulás, a másik, amit kérdezted a kazárokról és a kabarokról. Kedves testvérem, 108 törzsszövetsége van a magyar népeknek, 108. Ebben még a japánok is beletartoznak. A kazárok, a kabarok, igenis a mi törzsszövetségünk a 108 közé tartoznak. Amikor elkezdődött valahogy ti egy teremtési projektet ismertek a Bibliából, ez az Ádám és Éva projektet, ugye ennyit nyomtak el nektek. De ugye megint Karcsának elmondom, mert ő is most még kisgyerek, és ugye az iskolában azt tanítják velük, hogy igen, majd az Isten kell megver. És én azt mondom, kézzel vele, Karcsi, ez egy hazugság, ez nem igaz. Béla, nem hiszem, mert a Szent Könyvben le van írva. Mondom, de Karcsi, most felnőtt fiú, hogy feljár van a pucu dolog, ő fel. Na most figyelj, mondok neked valamit. Képzeld el, hogy vannak ott az Édenkertben 4-en. A jó apu, Ádám Éva, meg a 2 fiú. Káin meg Ábel. Kain megöli Ábelt. Maradnak 3. Apu, anyu, Kain. Kain mit csinál? Elmegy Húsföldére a családot alapítani. Le van írva a Bibliába. Így, fehérre, feketeire. Rabban össze 3 vannak mazegben. Érted? Hogy a Máriába ment el, érted? Húsföldére a családot alapítani, akkor 3 vannak. Hogy jóféle kecskék voltak, vagy nyilván. Tehát érted, mindig itt érzed, kilóg a lólák, hogy hazudnak, mert 108 úgynevezett projekt indult el egyszerre a földnevi bolygón. Érted? És a magyari népek, még egyszer 108 törzsszövetségünk van, mind egy céllal, érted, a cél egy, csak képzeljétek el, mindenkinek az a cél, hogy feljusson a hegycsúcsra. De 108 út vezet fel a hegyre, és ott mindig mások a lehetőségek és az akadályok. Érthető? Így működik. Utána majd jönnek ide, ugye elmondtam nektek más hódító fajták, akiknek tetszik ez az egész a föld és az zajló játék, ugye. Aztán a szellemvilág is észeztél, ő is kap egy feladat, ő is ugye elkezdi ezt próbálgatni ezt a dolgot, meg módosítások vannak. Igenis a kazárok, a kabarok a mi törzsszövetségünk részei. Egy-egy fajtán, most a 108 közül képzeljétek el, hát miről szólt felszaporodtunk. Miért szaporodtunk fel? Ma a Földön bőség volt. A növényből, állatból nem voltak háborúk, fegy, stb. Nem erről szólt. A szaporodásról szólt az egész. És bőségben volt a Földön. Egy-egy törzs ugye óriási mértékben felszaporodik, és akkor a saját célja felé elindul, és ők azt a programot tartják fel, és azt. De akkor tudjuk, hogy testvérek vagyunk. És következik az, hogy az a fajta, aki a mi fajtánk, akit most magyari népeknek hívunk és székelyeknek, ugye az a fajta őrzi meg legtovább az ős magyari úgynevezett tudást. Itt Géza az első, aki aljas módon megegyezik a akkori nyugat-európai német-római császára, nem István, hanem az apja Géza. Aki azt mondta, hogy ha az én fajtám, a fiam lesz ennek az egész magyari népeknek a főnöke, akkor betolom őket a keresztény igába. Megegyeztek, paktumot kötöttek az apja. Erre a gyerek még kis, talán még porbafingó volt csak, mikor nem is tudta, miről van szó. Aztán az apja egyezik meg, és ő tolja be az egészet. De mi őrizzük a legtovább az ős magyarságot? Érthető? Nagyon jól tudott, tehát a kabalok és a kazárok, azok igenis az iszlám megjelenése után, ugye körülbelül 100-150 évvel, az iszlám óriási mértékben terjeszkedik, az egyistenikről szól, és akkor arról szól, hogy te úgy tudsz oda belépni, hogy egyszerűen csak kijelented, hogy oda tartozol, és attól a pillanattól kezdve azt a valakit fogadod el az isteni minőségnek, és igyekszel azokat betartani, amit ők ugye alapprincipiumként működtetik a közösségüket.
És a magyaroknak nem tetszett ez a kazánnak ez a dolog. A másik dolog ott volt, amivel már eljöttünk, mert találkoztunk, ugye a hinduizmus az tetszett nekik, de a hinduizmusra a buddhizmus lett, ugye? És a hinduizmus is megmaradt Indiában, de azért a buddhizmus az szaporább lett, és kicsit életképesebb, meg hozott egy kis friss vizet ugye abba az álló vízbe, ami a hinduizmus, a buddhizmus ebbe hozott. De az se tetszett nekik, túlságosan tradicionálisnak, stb. Tartották. A legszabad elvűbbnek, ugye, amit tetszett nekik, hogy nincs sok Isten, egy Isten van. Ugye ezt most már ugye azért tisztán tudjuk, hogy ez Jádlebahat vagy Marduk. Ez Isten minőség, akivel Ábrahám paktumot köt, és ez az Isten ki is követel magát, hogy rajtam kívül nem lehet más. Isten, ez csak természetesen néz. És ha ezt megtartod, akkor olyan óriási nemzetét veszem a te fajtára. Igen. Érdekes, a mi népünknél is a hetes szám, figyeljétek meg, mire elérünk ide a Kárpátokhoz, már csak 7 vezérünk van, ugye biztos hallottatok erről. A hetes szám nálunk is megmaradt, a zsidóknál is, ugye, ha csak nézed a gyertyatartójukat, ugye az övék is ugye a hetes. Ugye aztán december 8-án van nekik, mikor a Hanukát, egy 8-at is meggyújtanak rajtam, ez egy csoda dolog volt, voltam ott is kint, ezt is utána jártam ennek a dolognak. De ezt teszett nekik a legjobban. Ez szabad elvű volt, ott óriási lehetett a biznisz, a több asszonyság volt, érted, de nem voltak olyan kötöttségei, mint az iszlámnak, érted, stb. Stb. És a törzsileg úgy döntöttek, nem egy vezető, hanem maga törzsileg összejöttek, az egész nép úgy döntött, hogy nekik ezt tetszik. Látták, hogy tovább nem vihetik azt, amit mi tovább vittünk, az nekik, ha lehet, hogy túl tiszta volt. Így fogalmazták meg a görög leírás szerint, hogy nekik ez túl tiszta volt. Tehát azt, amit mi képviseltünk, túl tiszta volt. Érthető? A másik az túl kötött volt, túl tradicionális, túl sok Isten volt benne, és ebben egy Isten volt, és azért elég szabad elvűen éltek a zsidók, ha nézitek ugye bárhol, és az ő Isten mindig szabad kezet adott nekük, és azt csináltak, amit akartak. Levágtak bárkit, megöltek, sőt, meg az Isten mondta, menjetek és 70 ezer gyilkoljatok, stb. Érthető? Tetszett nekik, valahogy benne volt a vérmérsékletükben. Azért tudni kell, az a 105 összövetségünk közül egyetlenek ők voltak, akik úgy is hívták őket, hogy a kazár-bazáros. A kazár-bazáros, aki a biznisz, az üzlet becsapni, elintézni, alámenni, hogy mondjam nektek, paktumokat kötni tudod, háttérakokat csinálni tudod, ebben veszett jók voltak. És ez tetszett nekik, mert nem a fajtánál is ezt megtalálták. És most engedjétek meg, nem csak én mondom ezt, hanem elvileg a mai zsidóság 90%-a, több mint 90%-a a kazárok, akik csak vallásilag zsidók, de genetikailag nem. Genetikailag ez viszont biztos, amit elmondok nektek, genetikailag a tiszta zsidó a pastó és a palesztin. A pastó és a palesztin. Most gondolkodjatok, hogy miért akarja felszállni a palesztint, hogy ugye nem maradjon meg, ne legyen kivel összehasonlítani. Az eredeti, a zsőzsidó, a genetikai zsőzsidó, a pastó és a palesztin. Kim voltam Etiópiában? Falassza zsidók, falasszák. Húsföldje, az előbb említettem, Káin oda ment ki a magas felföldre. Képzeljük, alatta vannak, az 2000 méter feletti a magas föld, ugye az a legjobb földjük, meg gyönyörű világon ott, Etiópiában. Alatta vannak a falasszák. Képzeljétek el, hogy ilyen korom fekete zsidók. Korom feketek és ilyen kicsik. Picik. És képzeld el, hogy a fekete kerámiát csinálnak. Azt gyúrják agyagul, meg azt égetik ki szépen mai napig is. Érteznek az emberek, és hát tisztelettel néztem rájuk. Az meg nem hasonlít ugye abszolút arra, aki most bizniszel, meg a tőzsdéket uralja, meg stb. Érted, semmilyen szinten. Ezek szőkék, emlékszel, pettyesek, kékszeműek ezek a mostani zsidók, hát amit Jézus is faragtak magukból. Hát elvisz képzelni, hogy egy Palesztinában ember szőke, kékszemű, meg mint hogy Jézus csinálják, meg ilyen hajja, meg ezt felejtsük már, ez kurva hazugság. Magát a kereszténységet is ők találják ki már ez a fajta, ők manipulálják, ők rakják össze a Bibliát, ők rakják össze az ünnepeket, az egész bizniszt ők csinálják már. Konstantin császár idejében akkor ugyan még nem voltak beépülve a rendszerben, hanem játszottak vele, és a császár mögött is óriási mértékben ott voltak. De mondanék egy nagyon egyszerű dolgot, ha ma magyar, és azt mondtad, hogy benne voltak minden vezetésben Európában. Most mondjatok nekem a világon, és ugye Kína nem kivétel, mondjatok egy vezetést a világon, ahol legalább egyharmadőrizben nem zsidók vannak. Vagy kazán, mondj egyet.
Magyarország abszolút nem kivétel, csak nem látjátok, ugye? Mert ugye most úgy hívják, hogy. De hát én tudom, hogy ki kicsoda. Százból 105-ben tudjuk, hogy ki kicsoda. Érted? A világ összes, az Európai Uniótól kezdve, Amerikán keresztül, Brazíliáig. Képzeljétek, így mondtam, ezek, és akkor még akkor nem láttam ezt annyira tisztán. 1999-ben kim voltam Izraelben, Jeruzsálemben. Óriási tüntetés volt, és nem akartak minket beengedni a belvárosba, vagy nem csak tüntetés volt, hanem óriási verekedés. És ugye hát addig mentünk, ugye zsidó embereknek voltam a vendége, és mondom, hogy mi ez? Azt mondja, hogy a kínai, meg a Szabrik, úgy hívják a már Izraelbe született fiatalokat, akik már 48 óta van Izrael, és akik már ott születik, úgy hívják ők, hogy Szabrik. Az az eredeti zsidók, azt mondják ők, aki ott született, az a full eredeti. Szabrik, és a kínai zsidók verekednek, meg valahogynak. Képzeled, több ezer kínai fiatal zsidó jött Kínából, akinek az édesanyja a zsidó, ott az apja meg kínai, és a zsidók ugye anyai ágon örökölt, de majd mindig az a biztos, az apa az nem biztos tudod. És képzeld el, ne nem vicc, és képzeltek el, hogy meg lehidaltam a kínai zsidó, igen. A világ minden vezetésében, ahol pénzről van szó, ahol hatalomról van szó, ahol megvezetésről van szó, ahol a mások becsapásáról van szó, kedves testvérem, ők ott vannak. Ott voltak mindig, és most is ott vannak. Még egyszer, semmivel nem azonosulnak, nem tisztelnek a világon semmit, egyedül amit tisztelnek a pénz. Amit tisztelnek a pénz, semmi más nem tisztelnek abszolút. Semmi más. És a hatalma. Nem tudom, hallottátok-e, most volt meg tegnap, vagy tegnap jött ez a Henry Kissinger. Ő volt ugye a Nixon elnök mellett a külügyminisztere Amerikának, amikor a vietnámi háború folyt. És ugye óriási mennyiségű pusztítás kötődik hozzá, ő volt a döntéshozó, ugye, mert ő volt a politikus, ugye a maga az elnök a soha nem igazán politikus, az mindig egy ilyen kirakat ember. És az egész kín a vietnámi háború levezetése ő hozzákötődik, a Pinochet hunta életrekeltése, és sok ember nagyon sokat öltek ott meg. Argentinában a megválasztott demokratikus, ott is óriási buli létrehozás, az is hozzákötődik. Sok, közel 10 millió ember haláláért teszik felelős ezt az embert, és most mindenki ő sztárolja, tudod? És megállok, hogy tisztán kellene látni. Ez az ember óriási bajt és pusztítást okozott. Mindenben a Földön az elmúlt 40 évben biztos, hogy közel volt az, hogy hogyan döntöttek és hogyan csináltak. Még ez is, ami most folyik a Ukrajnában, ott azt mondta, hogy ennek nincs értelme, Ukrajnát szét kell osztani. Érted? Egyszerűen el. És figyeljétek, mi lesz a végeredménye Ukrajnának. Érted? Vagy mindenben van, a világon volt beleszólása. Ő is egy ilyen kazár fajta volt. Ugye most legszerdesebben úgy hívják magukat, hogy ők az askenáziak. Askenázi zsidó. Ugye a zsidós, tehát ez az a zsidó, aki nem fajilag zsidó, mert a fajilag zsidó 12 törzsből származik. Érted? Jákob 12 fiának ugye a leszármazottai. Ez a zsidó, az a kazár vagy kabar, ez két ágra szakad, a spanyol irányzatú zsidók, és a másik a német, vagy Európát töltötték meg, ők a askenáziak, ugye ebből van Einstein és askenázi német származású zsidó. Érthető, így működik a rendszer. Kedves testvérem, az igaz, és minden, a világban zajló minden folyamatnak ők a levezetői. Itt bárki bármit mond, az nem lát tisztán. Köszönjük. Na még egy kérdés, neked válaszol. Múltkor észrevettem, hogy egy pár hónapja felébredtem, és akkor szeretek emlékezni, próbáljam emlékezni rám. És arra emlékeztem, hogy azt szoktam mostanában álmodni, hogy így összeomlanak a rendszerek, annak a jó szóra, hogy amik így a világban működnek, és ott példának csak erre emlékeztem, hogy a pénz, hogy az, hogy úgy minden rendszer, hogy minden része, hogy az eszköz, az intézmény, meg hogy az épület is, és akkor is már a pénzre emlékeztem épni. És most meg egy-két hete meg azt álmodtam, hogy így álmomra láttok egy nát, meg papírt, mert a lábad jövő változás jön, változás lesz. Igen. Mi a kérdés? Az, hogy... Mit csinálják pénzre? Szerintem minden vagy hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire... Mondok neked egy olyan választ, ami nekem nagyon tetszik, de majd utána kicsit konkretizáljuk.
volt a Amerikának egy szabadságügyi harcosok 60-as években, hogy hívták, Martin Luther King. És ugye hát az kiállt, tudni kell, hogy a 60-as években, képzeljétek el, Amerikába, a nagy demokrácia hazájába, a négerek nem ültek ugyanarra a buszra, mint amire a fehér ember helyezés, és 60-as éve, figyelj. Nem ültek oda, most már ott van a világbajnok demokrácia, de ez nem igaz, csak azok sem. És ugye Martin Luther King ez ellen kiállt, óriási lett a felháborodás, sok ember volt körülötte, és a hatalom el akart tenni őt lábalól. Ugye, és ez a hír kitudódott, ott is volt emberük, és azt mondta, hogy tüntessétek el, menjen el valóban, megölik éjszaka. És körbevette a házát több százezer néger ember. És mondták neki, hogy testvér, meg akarnak téged ölni, és mi vigyázunk, de biztos, hogy nem fognak bejönni. És Martin Luther King kiállt hozzájuk, és azt mondta, hogy menjen mindenki haza. Kérlek benneteket, ha igazán szerettek és tisztetek, menjetek haza. Én ha tudnám, hogy holnap vége a világnak, ha tudnám, hogy holnap reggel 6-kor vége a világnak, még ma ültetnék egy fára. És téged is erre beszélnének rá. Értitek? Tehát az élet az arról szól, hogy nem most két év a világ, de a faszom csinálja. Nem lehet így hozzá. Emlékezz erre az emberre, ha tudnám, hogy holnap reggel 6-kor vége a világnak, még ma ültetnék egy fát. Érthető? Így kezdem. Az, hogy az egész rendszernek vége lesz, én másképp mondom neked, és ez a válaszom, vége van. Ez az alátámasztékokat is már kihullottak. Egyszerűen még az emberek valamilyen szinten életbe tartják, és mentik a pénzt a kibervilágba. Hát ott fog lekamarabb. Ezért tudnunk kell. Tehát ez a kiberpénz, amit most, hogy kriptó, meg nem tudom a szar, legalább ebben benyúlsz, itt van a zsebedben, nem meg tudod fogni. Igaz, lehet, hogy majd a kártyádat fogod meg, de nekem nem kártyádat. Ha benyúlok a zsebbe, itt van. Mert ott van egy ilyen pénztárcám. Igen. És hogy biztos, hogy az én pénzem nem egyet fogok le, ezért látsz mellett egy ilyen kis valami. Ez egy fogvagy. Sok évig. Látod, azt mondod, menj már, Béla, fittős ember, hogy ilyen szarra csinál. Az egyik legjobb pénztárca, ezt még meg tudom fogni, érted, rá tudok nézni, és mellé teszem a fokhagymát. Menj, érted ő? És elmond neked, hogy jól működik. Érted? Kimegy csütörtökön a piacra, mondom őket, hogy hogy hívják, Székközvárra mehet, Székely keresztül, és Vetfal van, egy kis falu mellette, és azok a cigányok lepték el a Szabolcs megyei piacokat, és árulnak, nagyon tisztességesek, de tényleg le a kalappal. És akkor ezelőtt, hogy 3-4 évvel, mit tudom, van autó volt, kimentem, hogy főnök, hát honnan van magának ilyen autó? Hát a piacon lettem. Hát és miből? Hát a pénzből. Tehát én abszolút ilyen analfabéta válaszokat adtam nekik. És akkor hát hogyan van magának? Hát képzeljétek el, mondd neki is, elővettem a fokhagymát, és készítek, hogy mellé teszem a pénzt mellé, én soha nem teszek a zsebbe, de soha nem fogy el belőle, hogy hogy csinálja a fokhagyma fogalmasokat. Most csütörtökön kimentem a piacra, ez tegnap volt, tegnap reggel, tudod, hogy vág, így árulnak végig, ott állnak hatan egymás sorba a mikrobusszal, és abból árulnak a Lengyelországból a gépeket, meg a szőnyeget, minden szart. És így, figyelj, így vág, amikor meglátják, hogy befordulok a vizét felől, a vasút felől, így mindesek, főnök, igaza van. Látni kell őket, tehát egy rosszú korábban természetesen. Tehát másik megú feltéve, rendben van? Oké, köszönöm. Na, még egy kérdés utoljára. Mondjad. A Tír Isten utája. Igen? Ki volt a Tír Isten? Hát a kamionosoknak a vége. Tudod, hogy az ő szimbóluma ennyi, az a Tír Istennek a szimbóluma. És egy érdekes dolog, hogy ott is az isteneknek voltak, ugye négy Isten sorolnak fel, négy nagy Istent az ősgermán misztikából. Ugye a Valhalla istenei ők, ugye, akiknek nincs végük, ugye csak elköltöznek ebbe a végtelen létezésbe és világban. És hát most, ha Tír Istenről beszélek, akkor Ingről is beszélhetek, érted? Meg az összes többiről ugye beszélhetek, mind ugyanaz Isten minőség. Csak nekik is mindnek volt, tehát amihez ő értett leginkább, mint az angyaloknál.
A szeretet adja ért a szeretethez, de nem ért a falültetéshez, érthető. A bölcsesség adja ért a bölcsességhez, de nem ért a gyerekcsináláshoz, érthető. Csak így fog fel. Tehát funkcionális létezős fel volt oszva, és az ingisten az pedig miről szólt? Hát mint ugye a tíristen, ha figyel az, hogy precízségről szólt. Tehát az volt, hogy mindig célba ért. Ő olyan embereknek volt, akik olyan emberek hívták őt, akik esetleg nem volt kitartásuk az életet illetően, bármilyen szinten. Ők hordták az ő rúnáját, érted, a tírisztennek a rúnáját. Egy zseniális fizikó volt különben, úgyhogy nagyon jó. Tessék bele. Belefolynék neked, tudnék egész napról beszélni, tehát kész. Minden rúnát végig csináltam, végigról voltam, igen. Nekem is tetszett ez. A másik, amit én igazán szerettem, a Freja. Tehát annak a rúnája. Ugye Freja istenő, tud, ő egy csodálatos volt, és nekem a segített abban, hogy az ember lágyabb legyen. Jobb problémája volt, nedvükből, meg idegből, meg nem tudom, meg kényszer, meg akarásra vért, meg dolgokat, hanem finomabban érted. A tíne ennek pontosan az ellenkező, meg ilyen céltudatos, erős, stb. Minőségű. Oké? Okay? Jó. Még valakit jelentkezett? Hátul mondjad, hátul. Igen, köszönöm. Szia. Kettő kérdésem is lenne. Az egyik a magyar népek lelki gyakorlat, hogy leszel esetleg jövőre is. Nekem sajnos így nem sikerült eljutnom. Az egyik kérdés. A másik meg az, hogy pár héttel ezelőtt a YouTube-on néztem az egyik előadásra, és ott pont Jézussal kapcsolatban beszéltél valamilyen időkapuval, az egyik Szíriában van, még ma is. Palmyra. Tessék? Palmyra. Igen. És a másik meg... De ha valaki hallott a Bábelről, arra hallottál? Azt, ha lefordítjátok a szó azt jelenti, hogy Istennek kapuja. Nem én találunk, ez szerint, igen. Igen, és másik pedig azt mondtad, hogy Jeruzsálemben van, de már van zárva az alatt. Igen, az már régen. Az Jézus idejében is be volt már. Ezekről tudod, hogy tudsz egy kicsit beszélni? Ezekről igen, tőle. Vannak. Magyar népek biztos, hogy nem lesz jövőre. Majd valamikor 3 év múlva, de nagy show lesz akkor is. Igen, jövőre egy új lelki gyakorlatunk lesz, ez a szerelem és a párkapcsolatnak a mágiája. Ami azt hiszem, hogy ez a pont, ami most tartottunk lelki gyakorlatot, sem igazsága, ezen utolsó percig dolgoztam, az készen van, vagy 3 éve, és azon úgy gondoltam, hogy mindenkinek megy a szerelem és a párkapcsolat, mindenki percig csinálja, ezt nem adjuk oda senkinek, aztán most mégis úgy gondoltam, hogy hát van, igen, majd márciusban ez lesz legközelebb. Nagy csoda, gyere arra. De arra gyere el, legyél ott, ott törik a szakad. Mondjad. Szilvia, két rövid kérdés. Az egyik az, hogy hol tartana a világ, hogyha az nem az alapprincipium, hogy soha ne tégy másról olyat, amit nem szeretnénk, hogy felett tegyen. Ez az egyik. A másik az, hogy Margot lekerült-e az Amonti termékbe? Margot itt van veled, Zolika. A világnak ő az istene, hát ő vezényre ezt, hogy most ő a káosz istene. Hívták a görög misztikába Zeusnak is, érted? Ezt így fogjátok fel. Tehát ezek az istenek a minőségük alapján veszitek észre, hogy melyik az. Mert ezek nem minőséget váltanak, hanem csak nevet. Na most mondok neked Thot. Mindenkinek benne van, hogy Hermész, ugye Hermész Trismegistos. Ugye a görögök Hermésznek hívják, az ősi világ, ugye Thotnak hívják, hogy ő az írás istene. Ő kezdte elkülön az emberiség tönkretételét az írással. Mert amit leírunk, az igaz, nem. Hát amit leírsz, és az hazugság, az fog megmaradni az emberiségnek, a szó meg elszáll. Kermész imelyek Közép-Amerikában, vagy Dél-Amerikában, akkor ő a tollaskígyó. Kacabola. Érted? Más nemet vált, de ugyanaz. Érted? Ugyanaz a minőség. Visszatérve Marduk, viszont ő egy itt jelenlévő regnáló minőség. A hírek szerint, mikor a Nibiru-ról jött lények, akik elvileg az emberiség genetikai bemocskolását megcsinálták, ugye amit most sztárnak, hogy ők a fej, nem, hát ők, az emberiség ott járt a hazamenetel előtt, ők a genetikával ugye visszafordították az embereket az anyag felé, hogy újra vágyjál dolgozni, teremteni, túrni, stb. Ők fordították meg, és ugye annyit tudni kell, itt a főisteneket úgy hívták, hogy Éja, vagy Enki, nem tudom, hogy hallott-e valaki róla. Ugye a következőt úgy hívták, hogy Lil, vagy Enlil, ugye? Samas, a alacsonyrendű, Akap,
Érted? A még alacsonyabb rendű isteni minőség. Még volt egy isteni minőség, akit Enki és Úr közt tartottak számon. Őt úgy hívták, hogy Úr. Úr. Ő az Úr. Csak ennyit tudunk róla. Elvileg női minőség volt, és ugye ezt törölték, igen. Ez egy női minőség isteniség volt. És akkor ha visszajönk, akkor Enki, Úr, Lil, Samas és Akat. Ugye ez egy öt szintű valami, az ötágú csillagot elrajzolják, ugye ez a hatalomnak a szimbóluma is. Így állt össze ez a rendszer, és mikor ők elmenekültek az emberiség elől, az emberiség, ők nevezték magukat isteneknek, de az istenek csak programmal jöttek ide, ők a programot végrehajtották, és fejlődésképtelenek voltak. Érted? Az istenek ők egy esemény, egy időhorizonthoz kötött esemény végrehajtók. Érted? Egy időhorizonthoz kötött esemény végrehajtók. Mikor idejöttek, a dolgokat megcsinálták, tetszett nekik, itt maradtak, élvezni akarták, de az emberiség letolta magára. Úgy, mint mikor a Securitate a második rész, ugye a második vonal letolta magára a Ceausescut. Érted? Ott nem történt hatalomváltás, csak a második szint letolta az első magára. Visszatérve, mikor az istenek elmenekültek, Bábelnél menekültek el, ott a kapun haza mentek, Bábel volt a működő kapu volt, ma is működő kapu, erre rájötték Saddam Hussein is, képzeld el, hogy működő a kapu, ezért kellett nekem megkrepálni, nem azért, hogy amit Amerika kitalált. És képzeljétek el, hogy Enkinek a fia volt Marduk. Enki a főnek a fia volt Marduk. Enki és Enlil, vagy Lil, ők testvérek, az apjuk egy. A Enki az idősebb, ő az apjának a szeretőjétől született. A Enlil a fiatalabb, a második isten, ő viszont a feleségétől született. Ezért hiába ő az idősebb, mivel hogy ez a így és az óriási harcot közöttük, e között a két ember között. Enki volt az ember baráta. A Enlil volt az, akit most Jehovának hívtok, aki a vízzönt is produkálta, kérdezni az emberiséget. Nos, Enkének a fia volt Marduk. A saját apját is meg akart ölni. Nagyon kis híja volt, hogy meg tudott Enki menekülni. És ezelőtt a mostani időtől számunk 2020 akármennyi van most, körülbelül ez az időhöz képest 4200 évet, ha visszamentek, akkor mennek el az idők apun ezek az isteni minőségek. És egyet hagynak itt, és nem azért, hogy ő, tehát mind az volt a nagy, a Nibiru bolygó főnök, úgy hívják, hogy ő volt a nagy főnök, őnek az volt a cél, hogy mindenki menjen haza. De az istenek és a fiaik már meg, akik szaporodtak, úgy döntöttek, hogy ezt a Mardukot nem viszik haza. Ez mindenhova a lábát tette, a káoszt, a bajt, a gyilkosságot, a hazugságot, a pusztítást hozta létre. Ezért úgy döntöttek az istenek, hogy nem viszik haza. Kinyílik a kapu, nem viszik haza. Persze ez ment volna haza, de tudták, hogy ha visszamennek, abban a tiszta közegben kötnek, ott is bajt fog okozni. Ezért úgy marasztalták itt, hogy ha valaki néz ezeket a régi faragásokat, ezek az istenek mindnek van a kezében, mint egy kis retikül. Figyeljétek meg, itt egy kis retikül. Ezt úgy hívják, hogy úgy hívták, hogy így mondanám most magyarul, hogy MF készülék. MEF készülék, az volt a neve. Ez volt az a készülék, amin keresztül az isteneknek volt lehetőségük bármit megváltoztatni, megteremteni, átalakítani, érted? Életet adni, alát, bármit meg tudtak csinálni, emberbe, természetbe, bármi. És ennek a Marduknak soha nem adtak ilyet, mert tudták, hogy tönkretette volna a Földet. És úgy tudták itt maradásra kényszeríteni, hogy azt mondták, hogy kap egy készüléket, ha itt marad. És kapott egyet, és most ő elvilágnak az ura. Ezt körülbelül ezt így fogjuk fel, és ő az Amenti termeibe nincs benne, és még egyszer nem is fog bekerülni. Tehát oda olyanok kerülnek be, akik a nagy volumenű, a nagy tervnek, ha lehet úgy mondani, az istenei részei voltak, érthető? Majd belekerül oda egyszer Anu, a Nibirunak a főnöke, érthető? De nem egy ilyen csicska, egy ilyen nagyon aljas minőség, aki azért vegyük fel, hogy Ábrahámmal köt szövetséget, és Ábrahám nem zsidó ember, ugye Ábrahámról tudjuk, hogy az a mi fajtánk embere, természetesen majd a feleségihez bemegy ez az Isten éjszakára, az angyalaival, Ábrahám kimarad, és főz nekik meg süt meg húst, és reggel kijönnek a feleségitől, a sátorba, és azt mondják, hogy 9 hónap múlva fiat születik. Hát most mi köze ez Ábrahám?
azért rakd össze. Ezt a fiút hívják Izsáknak, vagy másképp Izraelnek, ugye így hívják a srácot. És ugye képzelve még azt mondja az Isten neki, de hát ez most a Bibliában tudod, milyen manipulációk árán, hogy még képzelve Ábrahám kiviszi, hogy meg is öli. Tehát, hogy tudta azt, hogy ez nem az övé, érted, ez a fiú, hogy ez bajt fog okozni. És azt mondja, az Isten megfogta a kezét, hogy ne tegye. Értitek? Ez most úgy van leír, hogy ó, hűséges maradt az Isten. Ez tényleg az maradt, mert ugye nem tette ezt az egész történetet. És majd így lesz Izsáknak két fia, Ézsau és Jákob, és Jákobnak 12 fia, ez a zsidók 12 törzse, érthető. És ma is ugye ez a isteni minőség, mivel Ábrahám paktumot között, ma is ez reagálja le. Ez irányítja a föld nevéből, jó zajra minden folyamat. Oké, köszönjük. Engedd meg egy kicsit reklámozzuk magunkat. Holnap Pistály gyógyászat lelki gyakorlatot tartunk. Nem folyok most nagyon bele, mindent a Pistályokról, óriási csoda a gyógyítástól, kezdve a védelmekig, a saját magunk programozásától, merre, hogyan indul, nagyon jó dolog. Jövő héten angyal kommunikációs lelki gyakorlat lesz, megint egy unikum, én azt hiszem, most fütös embereknek az alapvetően, hogy legyen mindenkinek, ugye, mert egy óriási segítség az, hogy az ember képesen a döntései mögé állni, ugye, a dönt, mert ha te el is billensz, de egy ilyet hisz magad mellett, ők segítenek ott maradni az úton. December 16-án tarot lelki gyakorlatot fogunk tartani. Ez minden világban zajló folyamatra válasz. Az egyénnek az életére is válasz, hogy mit már, hogyan célszerű tovább menni, akit esetleg vonz, különleges unikum. A tarotban legtöbben ugye csak jóskárteként emlegetik, mi csak a nagy arkánumot tanítjuk. A kis arkánumot a 15.-16. században a zsidók tették hozzá, ezzel tönkretették a tarot. A tarot 22 lapból áll, Énok kapta a tarot az Istentől. A föld és az ég és mindenben az zajló folyamat titkák, 22 pecsétel zárták le ez a 22 nagy arkán. Ennek a titkát igyekszünk odaadni, hogyan lehet ezt kifaggatni, hogyan lehet választ a készítettek, hogyan tudsz a csatornája lenni, mert ezt a tudást fogjuk majd oda 16-án. Január 13-án tüzönjárást levezető mestereket képzünk, ezt nyírparázban tanyánkon csináljuk, hogy ott van a fánk, meg ott van a teret, meg stb. Minden. Ha te szeretnél másokat átvenni a tüzön, azoknak a jelentkezését várjuk. Természetesen átviszünk, mi is ott egy nagyon nagy tüzön, de felszentelünk hozzá, képessé teszünk arra, hogy te is meg tudod ezt másokat csinálni. Ha szeretnél ezen részt venni, feltétlenül csak előzetes jelentkezéssel. Január 20-án pszichoperáció lelki gyakorlat, ez aki elvégezte a szellemgyógyászat 4 fokozatát csak az jöhet, nem az 5. fokozat ennek, de a szellemi segítő ugye szükségeltetik hozzá, ezért csak azok jöhetnek. Február 3-án a szellemgyógyászatot minden évben újraindítjuk, ez a világ legjobb alternatív gyógyító művészete, ha szeretnél ezen részt venni, arra vehet. Az új lelki gyakorlatunk a március 9-én szerelem és a párkapcsolat mágiája, különleges. Március 30-31 sámánképzés, ezt is Szabolcsba fogjuk tartani, ez egy nagyon ős hely, ős misztikus hely. Egy olyan helyen, ami már igazoltan 1200 éve lakott volt, egy olyan hely, és szkíta világ uralkodott ott. Tehát ha valaki szeretne ezen részt venni, a sámanizmus, ami ős, nem szeretem az ős, de az ős tudásunk, vagy ős hitünk, az ős alapja mindennek, amit mi képviseltük a létezésben. A sámanizmusnak nincsen szent könyve, nincs bibliája, egy filozófiája van, hogy a létezésben minden él, minden egy és minden mindennek kommunikál. Ezt a misztériumot tapasztaltatjuk meg veled és tanítjuk meg. A végzett sámanok, az öreg sámanokkal rá egy hétre találkozunk. A nagy ezoterikus táborunk, ugye már most 36. éve csináljuk beszem a tábort, június 23 és 30-a között lesz, vasárnaptól vasárnapig. Ha úgy érzed, hogy dolgunk van egymás és egy hetet elbírsz velünk tölteni, akkor jelentkezés előtt várjuk. Most lehetőség lesz ugye sátorban is lenni, lesz külön ugye erre precedens, meg hely, most van arra megfelelő hely, ugye nem hegy meg, hogy lefolyik, meg esik, stb. Aki esetleg úgy szeretne, ugye abba is lehet, vagy kőházakban van erre lehetőség. Találkozhatsz velünk YouTube, Instagram, TikTok, hírlevelet minden csütörtökön küldök, nem tudom, ha tegnapit megkaptad, de ha te nem kapod, akkor csak egy e-mail címkel és jövő csütörtökön te is kapod, vagy itt felírod, vagy most már online is tudsz jelenkedni, felmész a honlapunkra. Oké. A mai adásom témája, készüljünk arra, mire készülünk lehetetlen.
készüljünk arra, amire készülni lehet. De tudod, Béla, miért az ilyen rókafogta csuka címet? Készüljünk arra, amire készülni lehetetlen. Most érzem, hogy mindjárt mondok mellé valamit. Mikor a spiritusodon elindultam, és rájöttem, hogy gyerekként ilyen voltam, csak ezt is senki nem fogalmazta, meg én sem tudtam. Azt tanították nekem a spiritus úton, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Nincs lehetetlen a létezésben, csak tehetetlen. Csak tehetetlen. Majd spiritus emberként azt mondtam, hogy az igazán tetrekész embernek a probléma is lehetőség. A töketlennek meg a lehetőség is probléma. Érthető? Tehát most ugye, ha még egyszer elolvasom neked, azt mondom, hogy készüljünk arra, mire készülni lehetetlen. Készüljünk arra, mire készülni lehetetlen. Most kérdezlek téged, tudod-e, hogy mikor innen ki fog menni 8-szor után, mi lesz kint a világban? Remélni tudod, hiszed, vagy akarod, vagy jó lenne, vagy szeretnéd, de hogy mi lesz, kedves testvérem, fogalmas sincs. Tudod, jöttem haza tegnap Szatmáról, most ugye az egyik része Romániában sajnos csatolva. Jöttem haza, és mikor átjöttünk már a határon, még már ott álltunk a sorba, elkezdett szakadni a hó. És persze tudod, mit csinál az ember, aki ott állt két oroszát például a határon, hát igyekszik behozni ezt, tudod, és akkor, mikor megnyílt az út, akkor nyomja neki. És tudod, megelőz minket, megy, mint az urbán lelke, már van 5 centi hó az úton, és hát 4-kerekes autóval megyek, és ismerem a világot, 100 000-szer végigmentem rajta, és megyek 60-mal. És ő megelőz 120-szal. Ránézek cukorra az emberemre, mondom, hogy tudod, nem ér be nyilvát orba. Hát kedves testvérem, 2 kilométer arrébb ment a Hombarabocka. Hát, és nézd meg, nem is az a baj, hogy ő belement, mert az ő döntése volt, hanem másik két autót is bevitt. Aki normálisan ment. Érthető? Így működik. Nem tudjuk előre, hogy mondja az ember, nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Most spirituális emberként tudod azt mondani, hogy Béla, te se tudod. Kedves barátom, a létezésben, ha 100%-osan tudok valamit, hogy innentől odáig, így és ezzel találkozom, ezt fog tönkedni, ha tökéletesen így tudom, és fölkelek, és elindulok az úton, akkor is van 30% az, amelyik, az aki az én döntésem ellenőre mégis bele fog ebbe az egészbe jönni. Aki tegnap másik kettőt, ahogy jöttünk, beletaszított az árokba, érthető, másik két ember, az annak a másik kettőnek nem volt a tervében. Érted? De hát az övében sem volt, aki csinálta. Lehet, hogy logikusan, intelligensen nem, de látásmódon igen, mert egy 5 centis havon elsőbb, még azt is elbírom képzelni, hogy ugye egy szar gumiával 120-szal megyen, érted? Az ilyen ember, tehát ez ultira megy, érted? Aki biztosra megy, az nem csinál ilyet. Tehát visszatérve, ezt épp tegnap volt, most ez érdekes, hogy felkészülni arra, mire lehetetlen felkészülni. Mire kell egyáltalán felkészülni? Figyelj! Ha nem tudok felkészülni a világban zajló folyamatokra, mert nagyon sok a külső bejátszási lehetőség, ami befolyásolási szinten ugye fog rám természetesen hatni. Akkor mire célszerű felkészülni? Kimentünk Erdélybe, farcádra, ezelőtt 30 évvel, és kérdezzük az öreget, ugye Pali, Áron bácsi. Vagy Pali, vagy Áron volt, nem tudom. Kérdezem tőle, hogy holnap milyen idő lesz. Fel akartunk menni a Tolvajos tetőre. Holnap milyen idő lesz? Azt mondja, Béluskám, túl voltunk már fejénként több mint fél liter pálinkát. Mi még tudtunk beszélni, az öröknek meg se fogyjan, tudod, így működik. Azt mondja, tudod, mi a semmi? Ez most nem adott át, hogy ti tudjátok, mi a semmi? Ha voltatok egy lelkigyakorlatban. Tudod, mi a semmi? 2 székelynek egy liter pálinka. Na figyelj! Az öreggel meg se látszott rajta, tudod, hogy mi van, ilyen idő. Azt mondta az öreggel, szuper kiváló idő. Reggel felkelt, szakadt az eső kérdében, csak minden, amit el tudta képzelni, persze felmenjük oda, és már szalonnál sütünk meg, és minden bepakolva, és mondta neki, hogy azt mondta, hogy hát maga ismeri,
Szóval Béruskám, ettől szebb időt nem bírok elkezdeni. Nem tudod, mióta várunk az esőre. Hát megint egy hozzáállás. Azt mondja, hogy készüljünk fel arra, amire készülni lehetetlen. Inkább másképp mondom, hogy készítsük fel magunkat arra. Ehhez mit szól? Ha nem tudjuk a létezésben zajló folyamatokat irányítani, és ráadásul mi spites emberek eljutottunk oda, hogy nem is kívánjuk irányítani. Mert elvileg egy sokkal magasabb szintű irányítás alatt van, aminek mi részei vagyunk, azért tudjad, hogy részei vagyunk, a nagy egységnek, a nagy egység meg a mi részünk. Ha viszont egy sokkal magasabb rendű, még egyszer is fontos, hogy rendű, nem káosz irányítás alatt vagyunk, hanem rendi irányítás alatt, aminek úgy működik, hogy bármi van a világban, annak volt előzménye, oka. Ami most történik a világunkban, az csak okozat. Az csak hozadék. Érthető? Az csak okozat és hozadék. Ha viszont így van, és érdekes módon nem minden az én hozadékom, de egy kicsit megállok, de igen, ha minden egy, és egy minden, emlékszel, én a minden része, minden egy, akkor végülis én is az oka voltam valamikor bármi történt a létezésben. Tudatosan most ezt nem tudom azonosítani magam vele, meg nem tudom felvállalni, amit ő csinált, hogy. De ha nagy egészben gondolkozunk, akkor ne csak pozitívumban gondolkozzunk már. Mikor szeretet van, akkor nagy egész észre vagyok. Mikor aljasság van, akkor nem érted? Fogjátok fel, hogy a nagy egész része vagyok, akkor kérdezem, mikor van egy rákos ember? Az a rákos daganat az ő része? Az a rákos máj, meg az a vese, meg lét, meg nem tudom is, az ő része? Igen, vagy nem? Többet foglalkozik vele, mint az egészséges részével? Értitek? De ha tudná azt, hogy az, ami ott benne elindult, annak az oka ő volt, emlékszel rá, de úgy fog meghalni, hogy ezt senki nem mondta el neki. Senki. Úgy fog meghalni. De ha elmondanák neki, hogy Géza, ennek az oka te vagy. Érted? Ha elmondan a másik része, aki esetleg a felesége, meg barátja, vagy az orvos, emlékszel rá, mondja, hogy Géza, ez nincs benne gyárilag a tervben, ami veled történt, de ennek az oka te vagy. És akkor Gézának lenne egy csepp esze, akkor azt mondja, ha az oké, én vagyok. Akkor azt jelenti, hogy ezt én teremtettem meg, igen. Ha valamit megteremtek, azt meg is tudom semmisíteni, nem? Logikus ez? Most egyet értsetek meg, ha ide tudok hordani egy kupac szart. El is tudom hordani? Tudjátok, mit csinálnak az emberek? Ide hordják az életedbe a kupac szart, te is oda hordod a tiédbe. Oda hordod a kupac szart, és akkor elkezd elmenni a pszichiáterhez, a gyógyítóhoz, a spirituális emberhez, az orvosbácsi, hogy tessék már elhordani helyettem, tudod? Igen? Tessék már elhordani helyettem, és most engedd meg, hogy te kinek a szarát hordnál el szívesen, úgyhogy szépen feltakarítani. Senkinek, mondd meg, a sajátodat se hordod el. De ha így megtanítanám annak a beteg emberekkel, figyelj, megtanítanám a beteg emberekkel, hogy figyelj, ezt a szarcsomót te hoztad össze, és egyetérts meg, ha össze tudtad hozni, el is tudod hordani. Csak keressük meg, segítek az elején, mert az elején nem biztos, hogy neked megy, segítek megkeresni, hogy hol volt az a vetési periódus, mit vetettél el, aminek ez lett a hozadéka. Érthető? Amikor ezt megértettem vele, hogy ezt ő vetette el, hogy ez az ő... nem igaz! Mondtam sok emberrel hozzám. Az a mocskos volt feleségem, az a mocskos volt anyósom, az a dögöljön meg ez meg azt, tudod, meg az megátkozott meg, stb. Most ilyennel nem tudsz mit csinálni. Elmondtam neki kétszer, háromszor, még vehemesebben tiltakozott. Mondtam neki, hogy testvérem, haza, ne gyere hozzám többet. Én mondtam neki, ne gyere hozzám többet. Őnek így van pénze, nem kell a pénzet, tudok fel magadnak, így beszéltem a pácienssel, tudok fel magadnak. Hazafele nézél egy jó sírhelyet, nem olyan, mi szar helyre temessenek, hogy egész napot verjen a nap. Hallanod kell, hogy engem? És kedves testvérem, a fele ember megfordult ettől a dumáról. És hajlandó volt másképp látni, másképp tenni a dolgát, érted? Mivel szemben tettem az igazsággal. Érted az igazsággal? Érted, Józsi? És akkor se mondjam már, mit csináljon, tudod, kezdődött így. Elnéz, hogy a fele megmenekült, de képzeld, hogy 50 szembenézett így az életével, hajlandó volt változni, és 5 megmenekült belőle. Az, akiről az orvosok már rég lemondtak, és azt mondták, hogy 2 napja, meg 5 napja van hátra, érted? És még ilyen 5 évet. Érted? Mert szembe mert vele nézni, foglalkozott vele. A másik az, hogy a legtöbb újra visszahullik, de érzi annak, hogy van hatékonysága, amit én elmondtam neki. Mikor meghal, a teste eldől, tökéletesen fogja érteni, amit mondtam neki, jobban, mint mikor itt a pihent vagy, amíg benne volt a fejében.
Érthető? Hogyan lehet felkészülni? Magunkat készítjük fel. A világ, amiben teljesen élek, ebben a világban egy. Tehát azt mondta a fizikus bácsi, hogy mutassatok egy fix pontot a világban, hallottátok ezt? És azt mondta, hogy kifordítja a sarkába. Mondta a tudós. Emlékszel? Egy fix pontot. És senki nem tudott neki mutatni, mert nem találkozott vele. Én megmondtam volna neki, hogy figyelj, Albert Einstein. Mondtam neki, hogy figyelj, Einstein. Egy fix pontja van ennek a világnak, egyetlen egy. Hogy itt folyton folyvást minden változik. Ennek a világnak egyetlen fix pontja van a változás. A folytonos változás. A folytonos változás. Na hát ez most hogy billentse ki? Na ki billent, az is csak változás, érted? Nem tudott mit csinálni, csak az az egy programmal tudott volna azonosulni, érthető? Aki feltette ezt a kérdést, hogy mutassok egy fix pontot, az is innen tudom, hogy matrija volt ahhoz, amit ma én értek, meg amit talán te is. Tehát egy fix pontja van, hogy minden változik. Akkor mire kell magunkat felkészíteni? A változásra. Kérdezlek téged, az életed minden napja más? Volt olyan élethelyzeted, amikor azt mondod, Úristen, itt így már jó élni. Biztos volt egy órát vagy egy napot, nagy ritkán, tudom, ugye? De volt ilyen, érthető? És az ember mi csinál, mikor van egy érzelmileg van egy jó kapcsolat, érted, aki úgy aránylag tudod. Aránylag, anyagilag itt meg most jól áll, tudod, egészségileg aránylag jól áll, jó pozícióban van, emlékszel rá, anyósát már gyarogta a ló, érted, akkor tehát aránylag jó dolog, ugye. Tehát a cigánynak ott a mifelénk a anyósát gyarogta a ló, képzeld, de a cigány küldte, hogy adjon már neki kaját, azt tudta, hogy a ló az anyom veszett áll. Oda ment az anyós, együttes, kifeküdt az anyós. Eltemették 4 nap múlva, több mint 1000 ember volt a lakzina, a faluban 200 ember lakik. Mindenki kérdezte a cigány, hogy gazdját, ennyire szerették a lakzina, ennyire, azt mondta, hogy is jöttek meg lenne a ló. Volt már egy csoda napot, biztos vagyok benne, egy csoda heted, vagy ugye valahogy úgy érezte az ember, most puf, ott vagyok, rám cseppett a mennyország. Én jaj, meg mindig megállok, de visszajövök én innen. Ír nekem egy tanítványom, hogy hallottad Béla, ír két héttel ezelőtt, hallottad Béla, Svédországban 2 hét múlva kinyílik a mennyország, még most novemberben. Tehát mondta nekem, nem tudom, hanyadikán most novemberben. Kinyílik a mennyország. Hát tudod, erre én nem tudok válaszolni. Amit válaszolni, azt nem bírja el az internet. Hogy akinek válaszolni, hogy milyen szinten esne össze, azt se tudom. Ezért inkább nem válaszoltam. Ma december 1-e van. Most válaszoltam neki. Már ott van. És tudod, a testvére meg olvassa a könyvet, tudod, a kazakról, nem a kazárokról, ugye? Tehát nem veszitek észre, hogy annyi csoda van a létezésben, és elfordulunk mindentől, figyeljétek meg. Na hát rácseppent, képzeld a mennyország, de most egy nagyon jó állapotban figyelnek, hogy mindent stabilizálnak, azt észreveszed? Akármilyen spirituális ember vagy, mindig minden stabilizálnak. És akkor, hogy a partner jön, ilyen boldog, sose volt, és mondom, hogy a szomszéd az, hogy nál volt rám. Nézd rám. Hát mondom, akkor honnan tudod, hogy boldog vagy? Érted? És nézd rám meg. A spiritusen, hát nem érted, Buddha mondta, hogy mindennek kell kóstolni. Én szeretem kibillenteni az embereket, csak egyet értsél meg. Én, hogy mondjam nektek? Én egy igazmondó ember vagyok, de nagyon szeretem az életet, és tudom, hogy elmondom nektek miért. Nézzétek meg az összes vallást, és nem vicc, amit most mondok nektek, az összes vallást nézzétek meg, hogy miről szólnak a vallások. Ez se szabad, az is tilos, az is bűn, az is így van, egy vallást ebben nem. Aztán, ha van lenne merszed belemennél, hogy mit tilos és mit bűn, pont azt, amit te legjobban szeretsz. Igen, meg kajázni, piázni, szórakozni. Szexelni, érted? Pont ezek a legnagyobb bűnök, érted? Kész.
Én a következőképpen gondolkodok. Akivel a létezésben dolgot van, bármilyen dolgot, azt odahozzák. Ne menj utána, ne hajtsál, ne izérd és a felborítod azt, amit tényleg azt mondod, hogy összeppent a mennyország, ott van, élvezd. De képzeld, játszik veled a létezés, és egyet fogjatok fel, hogy nem csak a sötét játszik veletek, a fény is játszik veletek. Egyet mielőtt ebbe a játékba belemennél, tud, hogy téged Isten vesz körül. Felfogtad? Itt minden belőle van. A kezdetek úgy kezdődik, hogy ő volt és rajta kívül semmi. Észrevetted? Majd ő töltötte meg a mindent, vagy végig csak fölkapcsolta benne a villany, de ha lehet úgy mondani, ő vesz téged körül mindenben. Mindenben ő vesz körül. Amikor jön szembe veled a kellemetlenség, és észreveszed, köszöntelek téged. Lábozz békével és szeretetem, mert nincs benne a félelem. Érted? A legnagyobb kellemetlenséget is észreveszem, mosolyogok rá, és azt mondom, hogy üdvözöllek téged. Üdvözöllek téged. Távozz békén, mert szeretetem. Érthető? Ha dolgunk van egymással, akkor csináld gyorsan és precízen. Nem vicc, ezt mondom. Ha dolgunk van egymással, csináld gyorsan és precízen, menjünk haza. Érthető? Ott majd megbírunk, ott esélyes sincsen. Érthető? Itt sajnos egy részed bennem van, ezt agynak hívják, és ugye ezen keresztül tudsz nagyon stimulálni. De ha jön a negatívumjával, attól se félek és nem rohanok el, szembenézek mindennel, ez van, emlékszel? Ez egy lehetőség, egy nagy játék. Ha ezen a szinten is fel tudom őt ismerni, és tudom vele közölni, hogy nem félek tőle, sőt azt mondom neki, hogy üdvözöllek, és azt mondom neki, hogy én tudom, hogy ki vagyok. Én a fényfia vagyok, távozz békémmel és szeretetemmel. És te mondjuk, én vagyok a fényfia, mert gyorsan! Jön a tanítványom, méhész, jött, azt mondtam neki, menj a kurva anyádba! Esélyes sincs, Laci, hívják azt is. Esélyes sincs. Mosolyogva, figyelj, örök létem, nagyságom, végtelenségem, teljes tudatában azt mondom neki, üdvözöllek téged. Én vagyok a fény. Távozz békén, mert szeretem. Ha dolgunk van egymással, ott vagy megegyeztünk, akkor te precízen egy gyorsan. Roppant egyszerű. Ha viszont ajándékot hoz és áldáshoz, akkor miért tiltakozik el? Na mondd meg miért. Na mondd meg miért! Tudod hányan tiltakoznak el és nemet mondnak és azt a nyáluk csepe után? Meg előtt és a nyáluk csepeget? Mikor ott volt meg, jó, ne! Tedd meg! Dolgod, érd meg! Vedd el, ne hátsál, ne bántsál! Tetszett, látta valaki azt a filmet, hogy Dallas? Azt hiszem, akkor néztem utoljára a tévét, mikor az ment a dolog. És volt benne egy ember, a Jockey, azt hiszem, meg volt egy alkoholista asszonya. Emlékszünk, Samantha, igen. És képzeld el, hogy ez az asszony betévedt az embernek az irodájában, valami olajbiznisze volt embernek, és az ott az asztalon ott gyalult a spinkárnőjét. És akkor ott bement az asszony. Ez nem hagyta abban az egyemetben velekez valami, mert ez igaz. Befejezte, mondta a járnak, öltöz fel, ő is felöltözött, ívott egy viszkit, beült az autójába és hazament. Már az asszony ugye részegen beült el. Hazament már az asszony még matosabban ott volt, értem, te vaskuzsába, ott én csináltam. Nézem, mit? Drágám, döntsd el. Nekem hiszel, vagy a szemednek? Érted ezt? Tudod, én valamikor néztem azt az egészet, és spirituális emberként most megállok. Most képzeld el, hogy te is azonosulsz ezzel a világnak, ezzel a moráljával és erkölcsével, ez a szokássával. Én a tiédre az enyém. Ásó kap a nagyotok. Hókorilla, hókorilla. Ki tartja be? Egyet mondjatok ebbe a kurva életben 80 reját. Értitek? És azt mondja Pál, nem csak tettekkel és szavakkal lehet átlépni ezt a határt, hanem gondolatokkal is. A gondolat pontosan súly, mint a tett és a szó. Te már is spirituális ember érted, hogy a gondolatból lesz a tett és a szó. Az a legtisztább, a lehetünk bűnelkövető a gondolat. Mikor az megjelenik, mert abból lesz valamilyen szintű nyomorék megnyilvánulás. Mert mikor már a gondolatból szó lesz, az is csak a...
Legjobb esetben is kegyes hatóság, így működik a rendszer. Kedves barátom, ha megjelenik a gondolat, mosolyogok és ugyanezt mond neki. Üdvözöllek, távozz békén, mert szeretetemmel. Tudod, ha mikor elmondom neki, azt mondom, én vagyok a fényfény, és az kiegyenesedik, kifényesedik és ragyog, akkor tudom, hogy a fény kurta. Ha a sötétség tölt, akkor az a pillanatban eltűnik és semmisé válik. Megpróbál még kétszer, még háromszor jönni, de minden felszólításon beáltunik és eltakarodik. Nem csinálok semmiért semmit, és még egyszer ez nem csak az érzelmekről szól, a pénzről, az életet, az utazásokról, tehát mindenem az élettel kapcsolatos, ezt így fog föl. Egy biztos, hogy mi dolgom, azt elidén hozzák. Nem kell értem mennetek. Amiért menni kell, amiért könyökölni kell, amiért küszködni kell, kedves testvérem, az mind valamilyen szintű megvezetés, becsapás, behúzás egy szituációba. És érdekes módon, mikor úgy érzed, hogy te is tettél, te meg mentél, már sajátodnak tartod azt az élethelyzetet, meg azt a problémát, érthető? Sajátodnak tartod, mert beletettél energiát. De amikor azt mondom, ha kell, akkor legyen, érthető? Amikor nem teszed érte semmit, és ott van neked az utazás, ott a kapcsolat, ott van az érzelem, ott van az anyagi, és nem kell semmit a világon tenni. A megismerés, a felismerés, a találkozás valakivel, egyszerűen egy érzés az, hogy te majd dolgodat fogod tenni itt és ott, és egyszerűen ott van előtted, akkor kétséged ne legyen már afelől, hogy az benne van az óriási nagy rendben, nem a tervben, a nagy rend része. És képzeld el, te beléd verték az elmúlt pár száz, pár ezer évben, lelkileg benned van, bűn, rossz, csúnya, megbüntet, Isten, pokol, mágia, tüzei, és érted? És érdekes módon tökölsz. Egyet tudnod kell, az előbb beszéltünk róla, ebbe itt egy fix dolog van, minden változik. Vagyis mit jelent? Hogy a vonatok jönnek és mennek. Nem fog azért, mert te tökölsz valamit megállni, érthető? És mikor odahozza a létezés a csodát, bármilyen szinten a megismerést, a felismerést, a csodát, a megvilágosodás, a megértés csodáját, bármilyen, de bármilyen szinten, ott van, abban a pillanatban van ott. És ha, nem, ha igen mondasz rá, akkor egy lovon mentek tovább, érted? Vagy egy bemész és egy mozgójárván együtt mentek tovább, de mozog minden az egész létezés. Akkor együtt mentek tovább. De ha nem teszed, akkor az vissza nem jön soha. És a legtöbb ember, figyeljétek meg, amikor elhalaszt valamit, ha 30 év múlva találkozok vele, ugyanott kezditek. 30 éve nem láttam futballista komámat, mintha nem is talált, nem is múltban az életünkben 30 év. Ugyanott kezd, ugyanazt mondja. Integrál, mondom, kedves testvérem, te nagyon megfűültél. Azt mondja nekem, miért? Mondom, nem, azt hiszem 20 pár éve nem találkoztam, ő mondta, én nem számolom. És ő mondta, hogy mióta nem találkoztam. Mondom, kedves testvérem, az évek el sem múltak volna. Mintha, ahogy befejeztük, te most azt ismétled ugyanúgy. De hogy csöztem el az életemet? Hát most akkor miért francnak mondod nekem? Az Isten kezdje kezdve, hogy te elcsöztel az életedet. Mert tudom, te ilyesmivel foglalkozol, hát ha tudsz segíteni. Mondom, akkor ezzel gyere, hogy Béla segítsél, mert leragadtam valahol, nem? Hát mondom, fogalmazd meg úgy korrektul, tisztességes, hogy mi a szándékod ezzel kurva életeddel. Ne! Onnan kezd, hát menjünk a kályhához, tudod, ott kezdjük a kályhától. De az igazat mondd el, hogy mi az egész ödöntésed. Kedves testvérem, Isten vesz körül, az élet vesz körül. Minden változik ebben a világban, figyelj, felkészülni arra, amire nem lehet felkészülni. Mire készülök fel, hogy itt minden folyton mozgásban van. Ha valami olyan jön, a nagy rend részeként én magamnak tettem oda, nem az Isten tette oda neked, nem az angyalok szarták oda, kedves testvérem, nem a szellemvilág tette oda, meg az ördögök. Nem tudnak oda tenni semmit, érthető? Ha esetleg ő ellenük van az, hogy te valahogy felébredjél, ha ő ellenük van az, hogy te valahogy ugye elcsúszszál vagy valami, akkor ők bele tudnak ebbe avatkozni, de ott van a rend is, hogy mi lenne a rendészet, de szívesen becsúsznak és megkívánnak elhúzni egy torszképpel, egy tükörrel, egy bármilyen csili-vidivel az élet minden területen el tudnak csábítani. Most ezt lehet ugye kontrollálni természetesen. Mire készülök én fel, mire készülök fel? Magamat készítem fel arra, hogy egy folyton folyvás változó világban élek, de csak ez a változó világ. Az örök lét, ahonnan jössz, az is, figyelj, ott a változás úgy fog fel, hogy ott minden állandó, csak te mozogsz benne. Ezért minden változik. Értitek a különbséget? Ott még egyszer, ott minden tökéletesen rendben ott van. Nem mozdul, de te folyton folyvás mozogsz benne, vagy ott meg is állhatsz.
Eddig érthető? Ha ez nem lenne igaz, akkor itt se akarna semmi stabilizálni. Értitek? Mint szellemi szinten, ha nincs benne a létezés, hogy valahol te megállhatsz, akkor itt se állnál meg, akkor tudnál menni ezzel a világban. De ott van az, hogy ott a világban minden ott van. Amit csak, még egyszer, elmével ezt nem tudjátok most felfogni. Ott lesztek, nem sokára fogjátok érteni. Mikor ott vagy ebben a létezésben... Együtt megyünk, ne így. Mikor ott vagy, ott még egyszer mindenki számítható, mindennek megvan a saját helye, módja, ideje nincs, mert idő nincs, és egyszerűen mindenben lehorgonyozhatsz, fülödszesz, létezhetsz, majd mehetsz tovább. De minden ott marad, mindig minden stabilan ott marad, érthető? Nem változik, az nem változik. Mikor lejössz ebbe a világba, itt meg azt mondja Jézus, hogy és a nagypítes tanítók is, hogy az otthon ellenpólusát tapasztaljuk meg. Értsétek meg, hallottad ezt már tőlünk? A spiritualitásnak ez a varázsa, amikor lejöttünk az anyagba, akkor a folyton folyvás változás, a bizonytalanságot tapasztaljátok meg. És ez pontosan az ellenpólus annak, ami ott van. Jézus azt mondja, a tanítványéval beszél, és azt mondja, tudjátok, ez nem az a világ, én egy másik világból jöttem, mondja neki Jézus. Ne őrizd meg! Mondja, hogy ez nem az én világom, mondja ő. Azt mondja, az én országom, nem az, ahol most vagyok. És kérdezik a tanítványi tőle, hogy hát honnan jöttél? És Jézus ugye nem válaszol neki, csak azt mondja, hogy ez nem az az ország, ez nem az a világ, egy másik világnak a hozadéka. És kérdezik, hogy mi van abban a másik világban? És Jézus nem mondja el nekik. Tudod, mit mond? Elmondja azt, hogy ott mi nincs. Veszett jó tanító. Nem azt mondja el, hogy mi van, mert képzeld, ami ott van, az a fizikai elmélet felfoghatatlan. Ha Jézus elmondja, hogy mi van ott, nem mondott volna semmit. Ott Fidel lekaszabolták volna, nagyon verték volna. Mert nem tudja felfogni az elme ezt. Jézus azt mondja el, hogy ott mi nincs. Figyeld, olvasd el. Azért nem mondja, hogy mi van, mert nem tudták felfogni. Az nem fér bele. Annyi szemét volt bennük, hogy nem fér bele. Elmondta, mi nincs. Nincs fájdalom. Nincs éhezés, nincs küszködés. Nincs halál, nincs elmúlás. Nincs dű, nincs gyűlölet, nincs háború. Vagyis mi nincs ott, ami itt van. Érted? Óriási tanító. Mire készülj fel? Annak a világnak vagy, ha lehet úgy mondani, annak a világ az az otthonod. Azt mondja, az én országom nem ebből a világból való, mondta ő. Azt mondja, és én azért jöttem, mondta Jézus, hogy helyet csináljak azoknak ott, akik megértették azt, amit én. De itt kell megérteni, hogy oda mehess. Azért jöttem, hogy helyet csináljak azoknak, akik megértették azt, amit én. Itt lehet megérteni valamit, és akkor van ott helyed. Eddig érthető? Mit értek meg? Létem végtelen és örök. Még egyszer, a szellem nem elpusztítható. Nem pusztítható a szellem. Nem pusztítható el. Örök érvényű, örök létű, a teremtőnek, az egynek a része. Az egy nem fogja magát büntetni, számon kérni, pokolba küldni, nem fogja. Nem hiszem, hogy a kisujjadat azért, mert megpiszkáltál vele valahol valamit, azért most minden este befogod a satorba, és ameddig bírod. Szenvedj, te kis betyár. Ugye? Mert kisújjad, érted? Az is te vagy, érthető? A létezésben nincs ilyen. Mire készüljünk fel? Arra készüljünk fel, kedves testvérem, hogy minden egy. Ha minden egy, te az egy része vagy, minden meg a te részed, akkor nincs számonkérés. Ha Istennek az egynek lenne egy törvénye, ha az egynek egyetlen egy törvénye lenne, akkor kit korlátozna? Hát saját magát, ilyen marha, nincs még egy ember sincs ilyen marha, érthető. Ha az egynek lenne törvénye, ha az egynek lenne számonkérés, ha az egyben lenne büntetés, akkor az egy saját magát korlátozna, akkor nem lenne külön, mint egy lepusztult, betegelmű ember. Meg hatalom itt a fizikai világ, meg vallás, meg politika. Hát mind figyeld meg, ugye hoztörű persze ők azt okosan csinálják, hogy rájuk ez nem igaz. Nézd meg az alapot, Mózi bácsi lehozza ugye a hegyről a törvényt, 10 parancsolat, és lejön és látja, hogy az emberek aranyból imádnak. Tudod, ki öntötte nekik a saját testvére Áron.
Nem tudom, hogy lett testre, amikor kipeszázták a Nílusból, de lett neki. És képzeld el, hogy kint vannak, ő felmegy a hegyre, a Mória hegyére, a testvérét ott hagyja az emberekre, hogy vigyázzon, mire lejön, azok aranyborút imádnak. A testvére aranyműves, önt az embereknek aranyborút. Gondolom az arany fele lecsöppen nála, a kazároknál így volt, és akkor képzeld el, hogy lecsöppen nála az arany fele, és képzeld lejön, és látja, hogy azok az aranyborút imádják. Olvasd el a Mózes első könyvét. 300-at azonnal levágattat a saját népe közül. 300-at. Miért vágatta le? Mert meg Isten törvényét, a 10 parancsot megsértettél. Ne csinálj magadnak faragott képeket, és azokat ne imádj. Figyelj! Az a szerencsétlen marha honnan tudja a szilos, amikor Mózes akkor hozta le együtt. Hány embernek ütelezd a pihen marha agyáig? Hát az honnan tudta az a szerencsétlen hülye, amikor Mózesnek még csak itt van az öviba a körültában, az tornázik lesz a helyről, tudod? És képzeld, a törvény nem tudásra, most figyelj, ma is igaz? Igaz? Ki kezdte? Mózi bácsi! Marduk istenével feltről a hegyről, emlékszel? Kérdezem, Mózi tudta szerinted a 10 parancsolatot? 40 napig ő faragta ki. Hát elbírod kérdezni, hogy Isten 40 napig volt fette. Isten 6 nap alatt a világot megteremtelen, a 40 kellett ez a 10 hülyeséghez, tudod? Nagyon lelassult, tudod? Olvassátok el, tehát nekem ilyen kritikus kérdéseim vannak, amikor olvasom ezt a könyvet, és képzeld el, neki ott van, hogy ne ő Mózinak, ugye? Tudta? Hát ő véste. Rögtön felülírta. Aki a törvényt hozza, bármikor kilép elő és felírja. Figyelj, kérdezzek téged, az ukrán meg az orosz emberek, meg az egész európai keresztény ország, keresztény világ, úgy ordítsák maguknak a keresztény világ. Nekik a 10 parancsolat az adó, az az alap. Benne van, hogy ne ő. Akkor hogy jön ahhoz a Zelenszky zsidó, meg a másik, meg az összes pajom, aki azt mondja, ő! Felülírhatod Isten, te szerencsére, ki vagy te? Érted? Hogy jössz te ehhez, mikor neked ez az alap? Az az alap. Akkor hogy jössz te ahhoz, hogy te felülírod? És te mondod neki, hogy ő. Sőt, ha sokat ölsz, azt neki egy-két ütetést. Nem röhely? Nem esik te benned? Ne ölj, hát ott van benne tilos, megtiltott, főbűn, ő szerintük. Én nem tudok azonosulni az öléssel. Amit nem tudok adni, azt nem veszem el. Ha ellopok egy lyukot, visszaadom, mert van nekem is. Ez le van tudva, érthető? De egy életet, kedves testvérem, nem veszek el, mert most nem tudom odaadni ebbe a föld életbe. Rendben van? Nem azért, hogy ne ölj, mert tudom azt, hogy az a test el fog rohadni, lehet, hogy 2 napból, lehet, hogy 20 évből. Emlékszel, belevezett kész, úgyis krep. De a szellem az örökké létező. Elpusztíthatatlan. Az ember egy hármasság, szellem, lélek, test. A szellem örökké létező, a lélek egy inkarnáció ciklusra, egy korszak, egy eonra. Ugye adatik, ami körülbelül most 26 az év, precízen 25.920 év. Az egy világév, ameddig körbe vagyunk ugye ezen a csillagos valóságokban. Az időfizikusok is ismerik a világévet, vagy egy eon ugye, egy inkarnációs ciklus. A lélek eddig szolgál minket, elsődleges testünk, vagy utána osztik magától, megtette a dolgát. A fizikai testünk viszont egy inkarnációs cikluson keresztül több száz, több ezer életünk is lehet, de a lélek mindig ugyanaz marad, és a lélekben minden információ benne marad, amit te tettél, szóltál, amit téged elért, és ahogy ezt lereagáltad. Minden benned marad, hogy semmi nem mész el, és mi ennek a... Ó, milyen jó, hát ez egy nagyon jó pendrive, és még nem kell még fizetés érte. Csak tudod, van egy érdekes dolog, hogy minden benne marad, ezért mindennek az elszámolásnál, ugye magad számolsz, nem az Isten számoltat el, de az elszámolással mindennel szembe kell nézned, amit tettél. És ha most kezded azt, hogy szembenézzel minden szaroddal, amit tettél, mint ami neki is van félelmet mondtam, akkor ott hozhatnak elébe egy kemencényi szart, amit csináltam. Testvérem, én ezeket mind megbocsátottam magamnak. Megcsináltam? Ne, de mind megbocsátottam magam, nincs vele dolgom. Érthető? Osorról van a történet. Visszamegy ugye Púnába, Indiába, az ország 46 országából, világ 46 országból tiltják ki. Visszamegy, és ma ott is nagy asram, ugye mentek a szanyaszinak követőik, óriási bizniszt csinálnak neki, és egyszer elmegy egy hapsi hozzá, és képzeld, ez a hapsi együtt volt a gyerekek általános iskola, a gimnázium együtt jártak.
És Osó, ez, mintha ez az embernek egy tüske volt a szemben Osónak. És az ember elmeséli, hogy képzelj el 8, meg 4 év, az 12 év, ez 12 éven keresztül minden nap megverte Osó, ezt az ember, meg minden nap elvette a kajáját, azt megette. És képzeld el, amikor Osó visszamegy, ugye már idős emberek mind a ketten, és az ember is hallja, hogy mekkora szent lett meg minden, és hát veszi a bátorságot, de hetek, hónapok kell, mire elmer hozzá menni, és elmegy az asramjához. És ott vannak elő a szanyaszínok, a tanítványok, és elmondja, hogy ő kicsoda, hogy ő együtt voltak iskolatársak. Hú, a szanyaszínok rohannak Osóhoz, és mondják, hogy itt van, képzeld egy ember, akivel, és Osó, hú, hozzátok be, nagyon boldog vagyok. Jön be az ember, várja, közeledik hozzá, az ember majd behúgyozik úgy fél, tudod, megint kikap, hogy valamit fog vele csinálni. Odaér Osó, az Osó megöleli, és sír Osó, és testvérem, boldog vagyok, a legboldogabb ember a világban, találkozhattunk, és eljöttél, és stb. És az ember kibontakozik, azt mondja, tudod, hogy én ki vagyok? Azt mondja, persze, mondja a nevét, tehát együtt jártunk 12 év iskolában. Nézze azt. És arra emlékszel, hogy 12 évig minden nap megvertél, megalázta, és az ételemet mindig elvetted? Osó, nézd. Testvéremben nem emlékszem. De arra emlékszek, hogy ezt ezelőtt 11 éve megbocsátottam. Tehát nem vicc, ez így történt az eset. Tehát most gondolkodjatok el, ha azt mondom, hogy készüljünk fel, mi a felkészülés? Érdekes az ő kérdésre figyelni, hogy ugye feltette ezt a kérdést, még nem beszéltük meg előre, emlékszel, hogy szembenézte a dolgainkkal. És én elmondtam nektek egy kicsit ugye részletesen, hogy ne menj el a napot a haragot, de mondta ez 2000 évvel egy idővándor, akit most Jézusnak apostrofálnak, emlékszel? Ne menj el a napot a haragot, de mit jelent az? Minden este old fel az egész napodat. Megbántotta valakit? Valószínű. Szeretem magam, megbocsátok magamnak, mint a nagy egész csodálatos részének. Megbántottak engem? Valószínű, igen. Szeretem őt is, aki megbántott, mint a nagy egész tökéletes és csodálatos részét. Emlékszel? Szeretem őt. Mit adott nekem az a mai nap a harmadik kérdés magamhoz? Hát ha meg tudtam mindenkinek bocsátni, magamnak is, csodál. És képzeld el, ezzel az érzéssel mosolyogva, nem így azt mondom, hogy így ne aludj el. Milyen csodálatos derekam vagy, most is a jelenbe tart. Hát úgy áldás, nem? Amúgy össze-vissza mehetne az agyam, ezen a jelenbe tart, köszönöm neked, rámosolik és nem fáj. Csinál meg. Na most képzeljük, hogy ezt megcsináltam, és tudom, hogy ez ment fel. Előttem fölment az akassába, és én megyek utána. Emlékszel rá? Ezt a magot vittem fel a mai napból, meg a érted? Ezeket viszem fel. Ennek a hozadékával ott is szívesen találkozok ma, vagy itt is, ha visszajövök holnap, vagy a következő életekben. Érted? Felkészülni valamire. Kit kell felkészíteni? Magamat. A végtelenség tudatra. Arra tudatra, hogy itt minden ajándék és engem Isten vesz körül, és ha a sötétség is jelen van, igen, de ha emlékszek, hogy én a végtelenség fia vagyok, a fényfia, akkor a sötétségnek velem szemben esélye nincs. Amelyik viszont akkor is ott marad. Mikor erre emlékszem, akkor valószínűleg ez egy ajándék a létnek a nagyrend része, hogy ott van. Eddig megy? Érthető ez? Egyszerű a teszt? Szerintem nagyon egyszerű a teszt. És akkor hogy kezdődik a létezés? Tudod, a hasonló vonzó hasonlót hallottátok, ezt a zsák keresi a foltját. Igyekezne az, hogy ítélet nélkül élni. Azt mondta 2000 éved a srác, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Azt mondja, Béla, te is egy csomó emberre mondod, hogy az hülye, meg nem normális, meg agyatlan, meg kazárbazáros, ugye ezt mondom. Kedves testvér, tudod, hogy mi az a ítélet? Itt el vannak az emberek veszve. Nem tudják, hogy mi az, hogy ítélet. Ha valamiről olyat mondok, ami nem igaz. Meg? Mikor azt mondom a kazár, hogy ő bazáros, és az egész létezése arról szólt, hogy valahogy ugye a földnői bolygót ugye megfertőzze, és ez kapott még egy sötét isteni segítséget is a Marduk által, és én most elmondom, ez nem ítélet, ez tény. Oda megy a testvéremhez, és azt mondom neki, hogy most egy kicsit nem vagy megbarotválkozva. Ugye mondom neki? Igazat mondom? Igen. De én nem azt mondom, hogy így csúnya vagy. Azt mondom neki, hogy sokkal másabb vagy. Értitek? Tehát fontos az, hogy az ítélet az nagyon egy fontos dolog, hogy mikor valakitől hallok valamit, és én azt tovább mondom, az ítélet. Mert nem tudod, hogy igazad.
Amikor bármit ugye mondasz valakiről, és az nem igaz, vagy nem tudod az igazság tartalmát, akkor az megint ítél lesz, annak van hozadéka. De ha úgy fekszel le este, hogy ezt megbocsátod magadnak. Értitek? Tehát a létezés többszintű kontrollt, többszintű feloldást tett, amit magaddal tudsz megtenni. De reménykedj, hogy meghalt érted Jézus, mert ilyen a világon. Senki nem tud érted meghalni, meg te sem halsz meg senkiért. Érted? Ő ezt rakd össze. Ha ezt így felfogtad, akkor saját magad megmentővel is több szintet építettünk be magunknak, hogy ezt valamilyen szinten ne vigyük oda fel. Ne terheljük a holnapunkat, akár a holnapi napunkat, a holnapi életünket, a következő életünket, ne terheljük az ítéletekkel. Ami meg van, arról nyugodtan beszélsz. De ami van, azt én úgy érzem, hogy más is látja, arról nem nagyon kell beszélni. Érthető? Most hány emberrel beszéltél ma, hogy esik a hó? Nézd, nem tudom, hát rám is esik. Erről van értelme beszélni? Bazd meg, két lábom van. Ott Hoffinak volt a történet, hogy a pofa bemegy a dokihoz, és a dokikám már pár éve készülök hozzá, most bátorságot vettem. Na mi a baj, Jézus? Képzeld el, hogy nekem három bolyom. Mit csinálj? Azt mondja neki Hoffi, hát dicsekedj vele. Vagy a doki, dicsekedj vele. Azt mondja, kész. Pofa, ennyi? Semmi dolgom? Semmi. Hát dicsekedj vele. Pofa bemegy a kocsmába, oda megy a pulthoz, mellett ugye nagy darab állat. Bevág, hogy három fel, több is ezt a nagy, azt mondja, mi van, köcsök? Fogadjunk, hogy kettőnknek öt van. Várj, hogy neked egy sincs. Ami van a világban, ami tény, ami valós, arra értelmetlen beszélni, értitek meg? Figyeljétek meg, hogy a beszéd valakivel, nem tudom, elegyettére van beszéd, aki úgy jó volt a szándékos, meg jó, hogy tényleg milyen régen, meg örülök neked. Figyeljétek meg, hogy 15 percben nem tudsz elszabadulni. Voltál már így? Már bennél már mindent a világon, tudod? Ilyenkor egyszerűen az, hogy pászia, hír vagy. És akkor elmondtam, tudod, kész. A beszéd, kedves testvérem, az előbb-utóbb figyeljétek meg, hogy olyanba visz bele. Elkezd el olyasmiről majd beszélni, meg ő is beszélni, ami már ott érzed, hogy ennek köze nincs ahhoz, amiért találkoztunk, amiről beszélgetünk, köze nincs ahhoz, hogy igazság tudod, köze nincs ahhoz, hogy előre visz bármilyen. Tehát felkészülni, kedves testvérem, csak magunkat tudjuk. A világot ne készíts fel, de sokkal magasabb rendű minőségedbe felkészítetted, a full rendet teremtetted meg a világegyetembe, és ordítanék, mindőtök tudod mindenről. Amint a Földön holnap zajlik egy perc múlva, egy év múlva, 20 év múlva, a halálok pillanatát is tökéletesen tudod, mert te raktad össze. De tudod azokat az óriási kozmikus ütközéseket, a kozmikus valóságokat, a sok milliárd galaxisnak minden szegmensét ismered, tudod, hogy mit, miért, mindent tudtok. Nincs olyan, amit nem tudnálok. Ha valamit tudok, arról minek kell beszélni? Tudod, azért nem szívesen beszélek sokszor sok dologról, mert ránézek, és azon ezt ő is tudja. Hát ő is a nagy egység része, mint én. A nagy egység ugyanúgy része nekem is, mint neki. Miért kell beszélnem róla? És rájöttem arra, tudod, hogy mit kell csinálnunk? Miért beszélünk mégis? Képzeljétek el, ez a tiszta fény, aki te vagy. Kíváncsi voltam én is, meg kíváncsi vagy te is. Figyeld meg, a bajra is kíváncsi, hogy nem úgy tényleg, úristen. Érted? Ismered magadat, ugye? Most képzeljétek el, hogy ez a tiszta fény kíváncsi. És ezt a sötétség precízen érzi. És elkezd beburkolni, beburkolni. Képzeld az elmúlt 25 évvel erről tudni, 26. Beburkolni, beburkolni. És az a tiszta fény ma is mindent tudod. De a kapcsolatát megszüntette, megszakította magával az egységgel, mert a sok burok egyszerűen elválasztotta, mint a hagymahéj. Érthető? Én amikor mégis beszélek hozzád, most itt vagy és eljött és én megköszönöm neked, akkor a következő, hogy emlékeztesselek. És még egyszer a kozmikus fény között, az egység fénye között, az, aki te vagy azt a picit, egy csenert létrehozzak egy kapcsolatot. Ez a dolgom. És mindegy, hogy hogy csinálom, viccelek, mosolygok rá, szórakoztatlak, megállítom az agyadat, mindegy, hogy. Csak extrémen legyen, mint egy általános beszélgetés, érthető? Vagy esetleg sok-sok frekvenciáját felhozom mindenféle
verziót, hogy megérítsenek és megállítsanak. És valakit ezzel tudom, valakit azzal, valakit amazzal. Mindegy, csak egy pillanat egyszer áll meg egy pillanatra. És ez a kapcsolat élő maradjon, többet ne szakadjon le. Felkészülni magadat tudod, és a felkészítés az, hogy újra vedd fel a kapcsolatot az egységgel, ami figyelj, stabil, fix. Még egyszer, stabil és fix. A teremtő, akinek a része vagy ugyanúgy, mint én, ma is kívül van a teremtésen, ő stabil és fix. A teremtés viszont folyton folyás változik. Figyelj, ő egy moziban ül. Ő a fix, aki ül a moziban, és a teremtést, amit létrehozott, nézi. Ha az is fix lenne, mint ő, hamar megunná. Megy, érted? Most képzel, elmész a moziba, és egy képig kimerevedik, és volt is két a moziban. És akkor képzel a zenében megy, csak ezt, hogy értitek? Miért csinálta, hogy ne unatkozzon? Miért engedte, hogy körbe legyen a sötét? Mert tudta, hogy úgyis felébredsz. Nem tudsz elveszni. Mikor lekapcsolta a filmet, a moziba a villany felkapcsolta. Akkor tudod, hogy nem te vagy Jedi, hanem te vagy Géza, aki majd behúgyozik magam. Érted? Tökéletesen tudja, kedves testvérem, még egyszer furt tökéletesen értést tudja, tudja, hogy fel fogsz ébredni. Mert ő is dönthet erről, mert az egész teremtésről is, ha lehet tudni, az egész színdarabról, az egész színházról is ő dönthet, érthető? Ezért dönthet úgy is, hogy majd nincs. Megy? És akkor a részei, aki te vagy és én is mindannyian vagyunk, újra egyet veszünk. Ehhez, hogy ne érjen traumaként majd az új találkozás vele, el kell kezdenünk a felkészülést. A felkészülés micsoda? Végtelen létező vagyok, ez egy játék, és itt minden folyton folyás változás, és engem mindig Isten vesz körül. De Béla mondta, hogy a sötét is. Szerinted az nem ő? Háhá. Érted? Csak egy trükk, hogy ne unatkozzál, se te se. Érted? Köszönöm. Köszönöm, hogy megtisztelt, hogy már eljöttél. Én igazán jól éreztem. Kívánok mindenkinek egy gyönyörűséges, szép őszt. És egy Andrásnak nélkül gyönyörű tavasz. Nem András nélkül, Andrásnak nélkül. Megkérdezzük a még anyákat, hogy mit üzemlek. Égi anyánké, királynője, égi atyáim, fénysíja, üzenj nekünk. Üzenj nekünk itt ebben a térben és ebben az időben. Üzenj nekünk, mire figyeljünk, ami legfontosabb most nekünk. A következő életszakasz, élethelyzet csábító lehet. De ne legyen kétséget, hogy csak annak tűnik. Célja nemtelen, öncélú, csábos mázzal bekent kelepsze. Az igazság bár rémisztő, mégis részt kell venni benne. Vagy vesd bele magad a következő programból, egyszer úgyis minden véget ér. Ha nagy a gebasz, gondolj erre, vagy maradj tudatos minden cselszövésre. Ez így nem egy könnyű meccs, de ha van tudatos kitartásod, és a jelenben vagy képes tartani a létet, a cselszövő téged szolgál. Mert nem tehet mást, érts meg. Itt válik el Magvagy vagy Molnár. Puszilom a nektek. Kívánunk nektek egy gyönyörűséges szép karácsonyt. Sok figulás csomagot. Nem az ablakotokra, az a parkoló cégre. Kedves testvérem, rémálom a világ, ébredjetek fel belőle. Gyönyörű játék, az élethez nem kell sok, nagyon kevés kell. Még egyszer, nagyon kevés kell, nagyon kevés. Nézd meg, hogy majd mennyi minden dobsz ki a hűtőből.
hazamész, nyisd ki a szekrényed, hogy hány ruhád van, hogy nem volt rajtad pár éve, és mégis tárolod és ott van. Nyisd ki a spájzod, a műanyag dolgaidat, a ilyen szerszámaidat, olyan szerszámaidat, hány szemét pakolgatod, rakosgatod, kész, nem fér, egyszerűen másik szekrény. Menj haza és holnap ezzel foglalkozz, hajts ki. Egy vasárnap a legjobb nap el. Hajts ki. Hova? Tedd ki oda a kukon el. És ne leskelődj, hogy kimegyünk. Meglátod, egy csomó boldog ember azt hiszi, hogy egy boldog ember, akkor megtalálja ezt, te meg tudod, hogy mekkora terheket vettek át tőlem, tudod kész. Érted? Játék az egész. Tedd meg, add nekik oda. Nem viszünk el innen semmit. Semmit nem viszünk el. Nem hoztunk semmit, nem viszünk el semmit. Ezt nem érti meg egy politikus, egy fegyverkező, egy vallásfőnök, egy spirituális emberek is sajnos ezt nem értik meg. Lehet bármilyen, élhetsz bármilyen bőségben, és én azt mondom, hogy tedd is meg! Ha odaadta az ég, magadnak adtad oda, vedd el és ízd el meg, csak ne ragaszkodj hozzá! Ha megértetted a létezés titkait, miért nem kell ragaszkodni, hogyha holnap a pucér jéghátán leszel? Tegnap meg te voltál a világmilliárdosa. Miért nem kell? Hát ha érted a létezés titkait, akkor holnap után megteremted újra. Csak már más, mert a régit már mondtad, érted? Roppant egyszerű. De sajnálható, hogy a dolgok mennek. Azt mondja, hogy ami megy, el kell engedni, kikenjük, akkor hagyd menjen. Mert engedd meg, hogy jönni csak úgy tud valami, hogyha van neki tér, hely és ül. Megy? Csak úgy tud. Légy az újnak mindig, kedves testvérem, a fogadója, a réginek maga az elengedője. De elsősorban ez mindig itt belül több, ne fizikálisban gondolkoz, abban is lehet természetesen eszmékben, gondolatokban, félelmekben, vágyakban, a világ programjában minden tanuljatok meg elengedni, minden mesterségesen kitalált hazugság, ma már a világ nagyja is ordítják itt minden hazugság. De mindent át kell írni, a történelmet, a tudományt, a fizikát, a kémiát, a biológiát, a történelmet, semmi nem igaz. Érted? Amivel megnyomorítanak 12 évig iskolában, vagy nem tudom hány évig. Nem igaz semmi. Most jön a zsombafilmmel, azt mondja, hogy a apa a múlt héten az ősemberről beszélt. Az ősporról tanították őket. És azt mondom, hogy mondja a tanítónak, hogy azért nagyon jó tetszik tudni ezt az ősport. Megtudjuk hozzá. Úgy is tetszik kinézni, mint nem akar dödös fiam, pedig ugye hizelek fél neki. És meg tudod, ezek a továbbmondó emberek, valaki, képzeld el, hány száz éve leírta, az átírta, az leírta, az átírta, az leírta, a tanár nem ezen levizsgázott belőle, és figyelj, egy olyan ember, aki marha az, amit tanít, és elnézést, ha most van köztet tanár, rád is igaz, de figyelj, ezek nem tudó emberek, hanem továbbmondók, érted? Továbbmondó! Tovább mondja a hazugságot, és tovább veti! Hát miért gondolod, hogy te rajtad állás lesz? Mikor ezt teszed 30-40 évig. 30-40 évig hűít el gyerekeket, majd számon kéred tőle, és megbünteted. Hát tanárnak mentél oda, nem bírónak, csörünk. Ha legalább annyira hülye vagy, hogy nincs saját tudásod, hanem továbbmondom, vagy legalább ne kérd számon. Ha számon kéred, nem mond neked semmit, azt mondja a gyerek, kap be, adjál neki egy 4-est. Érted? Akkor előre fogod vinni a világot, a gyerek meg fog állni és fog téged tisztelni. Érted? De én meg a mocskos személy szadista 30 évig ezt mondják róla a gimnáziumban. Normális vagy? Jön ki, tudod, a tanár, most is Benzsikét várom, jön ki, tudod, a tanárnénedbe a 40 éves sapkába, ugye férfülér ráhúzva, és mici sapka vagy az Isten. Úristen, és kérdezed, hogy micsoda értékű lett. De odaállítanám egy kecske mellé, fogadjunk éhen dögön, nem tudnám, hogy kell megfelelni. Elhiszed? Ne döglen éjjel! Itt van Zsombor fiam, nézd, hozd be. 5 éves, ez tudom, mit csinál? Nem tudta megfelelni a kecskét, megkapta a szájhoz, kiszívta. Ő talpra esett? Talpra esett! Érted? Fényes csillag, ki beragyogja élet után.